No, elvileg élőben. Kezdi csókolom, jó napot kívánok mindenkinek. Itt vagyunk, a klasszikusok újra nézve 14. 14. adása. Igen, majdnem 19-et mondtam, de azért annyira ne szaladjunk előre, mert még 2023 utolsó klasszikusok újra nézve adását láthassátok. Láthassátok itten. Itten néhe. Itten. És aki esetleg nem készült mára, az tekintsen mi mögénk. Kifestettük ide, tüsszentettem egyet. Nem igazából a vakolás. Omlik a vakolás, a hidegráz. A vakolás, nem lett még befejezve. Szia, Erik, hello. Sziasztok, Erik, mi a helyzet? Tegnap is, mintha láttalak volna. Ott vagyunk. Na, sziasztok, hogy vagytok amúgy? Hogy vagytok, Erik? Sziasztok, hogy vagytok, Blanka? Blanka nincs itt, hogy van ez? Szerintem az AI az csak 3 naponta csoklak az... Igen. Azt hiszem az első olyan film, ami nem a 90-es évekbeli és klasszikusok újra ez a sorozatban van. Igen, ezt beszéltük is. Szia Zsolti, szia. Ezt beszéltük is egyébként Norbival, hogy ez talán egy picit kakuktojás. Maga a jelenség, maga a Batman jelenség klasszikus nyilván. Az már visszanyúlik a T-Rexek korába. Az, hogy most miért pont a sötét lovagot választottuk a 164.213 feldolgozásból, azt Norbi elmondja. Én se tudom. Igazából nem. Hát nézzétek, alapvetően nem tudom, honnan kezdjem. Gyakorlatilag úgy szoktunk filmet választani, hogy vagy olyan klasszikus, amit mindenki ismer, vagy amit mi nagyon szerettünk, vagy olyan, ami nagyon meghatározó volt a filmtörténelemben, vagy... Vagy a sötét lovag. Ezek a kategóriák vannak. Ugye, hogyha emlékeztek, már pedig remélem, hogy többen azért láttátok az előző adásokat, ugye foglalkoztunk annak idején Shawshank. Ja, reményrabéről akarsz? A reményrabéről. Ja, hogy azt úgy választottuk, hogy megszavaztatok a top 3-ból. Így van, a top 3-ból, és... Akkor azt... még talán a második volt a sötét lovag, most már így nem. Így van. És annyira jó helyet foglal el a sötét lovag az IMDb-n. Ugye, mi az IMDb valamihez kell viszonyítani. Az IMDb-t azt elég sokan használják, elég sokan szavaznak, nem azt mondom, hogy mérvadó, de sokan. Hát nyilván tehát van rengeteg, akár hazai szinten is ilyen mafab, vagy valamilyen gondom van, azért nyilván nemzetközi szinten is több országnak saját ilyen filmszavazója, de ez az International Movie Database, ez a globális. Tehát szerintem ez a mérvadó. Hivatalos, nevezzük mérvadónak. Lényeg, hogy igazából ez is egy kérdés, látjátok? Szia Blanka! Tehát, hogy kerülhet Hello, Mario és Luigi. Én Mario vagyok itt, meg a Peach hercegnő Luigi, mikor ki? Ő lesz Bowser. Tehát, hogy is kell, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy is kerülhet a Nolan féle Batman trilógia középső része. És pont a középső és része valamiért. Igen, ilyen előkelő helyre. Ugye top 5-ben van már nagyon-nagyon hát régóta. Gyakorlatilag úgy tudom, most Holt versenyben a harmadik a keresztapa 2-vel, ha minden igaz, de azt tudni kell, hogy a bemutatása után jelentős ideig, több hétig is talán a top 1 volt egyébként, megelőzte magát a trónt tartó, így mondjam, reményrabjait. Így van. Tehát hosszú hetekig egyébként a sötét lovag volt az első az IMDb listán, a kisfog meg az utolsó, de természetesen csak zárójelbe teszem, mind a kettő megérdemelt volt abban a pillanatban. De konkrétan most is tényleg nagyon szépen előkelő helyen tartja magát. Nem tudom, majd szerintem erre nyilván majd térjünk, hogy mennyire volt köze ugye nyilván Heath Ledger halálának ehhez, vagy annak a hype-nak, amit ugye ez a film emiatt kapott gyakorlatilag, mert ugye megvádolták, hogy az Oscar-díjat is azért, meg biztos csak azért. Majd azt meg fogjuk beszélni, hogy mennyire volt ez színészileg is megérdemelt, vagy sem, de mindenképpen szót kell ejteni róla, szerintem igenis hívhatjuk klasszikusnak, de ha másért nem, a karakterekért, akár a jó, akár a rossz oldalon tekintve, meg valahogy egy kicsit ez kilóg a többi Batman adaptációba, de erről is fogunk természetesen beszélni, hogy mennyivel másabb ez, mint mondjuk például a klasszikus 4 részes antológia, ami ugye nekem ott is van 10 dobozosban, amiből ugye kicsit bukó is volt egy-két rész, vagy mennyivel másabb ez, mint a most később elkészült, ugye DCU-s. DCU-s feldolgozások, de természetesen szépen sorjában. Akkor visszatérve, és bocsánat, hogy a telefonomat böngészem, csak
nagyon aktuális infót akartam nektek mondani. Jelen pillanatban a harmadik helyen áll, ugye két Oscar díjjal, illetve, hogyha ma ott tartunk, hogy 9.0-ás szavazási arányjal van, 2,8 millió ember szavazott rá. Szóval azért az, hogyha azt mondtuk, hogy egy meghatározó tömeg választotta ezt az egyik legjobb filmnek, azért 9-es átlaggal ez szerintem kiemelkedik. De miért is emelkedik ki, akkor beszéljünk erről egy picikét. Norbi? Igen. Miért emelkedik ki? Beszélj már erről egy picikét. Azt, nem, azt fogod mondani, hogy nem indult el az adás. Hát akkor nem nagyon reagálnának, de... Elmondtad igazából Heath Ledgernek a mítoszát. Én olvastam róla egy angol cikkben egy megjegyzést ezzel kapcsolatban. Ugye ez tudva levő, sokáig nem lehetett ezt tudni, hogy gyógyszer túladagolásban halt meg Heath Ledger. Hogyha valaki nem látta a filmet, bocsánat, a történetről is fogunk beszélni egy kicsikét, spoileresen, majd szólunk, hogy mi az a spoiler, de Heath Ledger játsza a Sötét lovakban konkrétan Joker szerepét, és akkor már spoilerezünk, tehát szerintem a hátán viszi az egész filmet. Olyan szempontból, mind színészileg, mind a történetszál szempontjából is értelemszerűen. De igen, itt az a nagy kérdés, mi lett volna, hogyha mondjuk nem ő játsza? Nem is ő volt egyébként, sőt, nagyon-nagyon messze volt olyan jelölt listán, hanem ő csak simán bement a castingra, mert nyilván ilyenkor az ügynökök elintézik, hogy na a saját kis színészük be tudjon jutni. Egyáltalán nem volt a tervben ő, csak álltok a castingon akkora. Tehát gyakorlatilag Nolan számára is megdöbbentő castingon vett részt, hogy ott nem volt kérdés után. Ugye Matt Damon is jelölve volt, ha jól tudom, erre a szerepre. Igen, sőt, igen, talán igen. Ő volt a befutó, ha minden igaz, erre a szerepre. Matt Damon. És hát az van ilyen, amikor például, most nem azért most hülyeség megint, de a legény Búcsú Extrához kapcsolva, hogy a Gabi is mesélt, hogy neki is volt, hogy már kinéztek egy színésznőt az adott szerepre, és igazából már elmentek megsérülni, és elmentek sörözni. Jó, amíg délután meghallgatjuk azt, aki jön. És ő meg egy olyat mutatott, ami törölte az egész összes addigit. Tehát ilyen is van, hogy valaki ennyire kiemelkedik, Heath Ledger, ez volt. Csak hát, nem de tudjuk, most, hogy... hát, most azért ezt ne zárjuk le ilyen röviden. Te se voltál először benne, aztán meg mégis benne lettél, tehát. És nekem még castingra se kellett mennem, csak mondom. Hát, tehát hoppá, ez az, amikor már... Ez már egy következő szint. Mikor már a művész név... Mikor elég, hogy csak tagad vagy. Vagy Mária. Heath Ledgerrel kapcsolatban, szóval én egy olyat olvastam, amit erősítsetek meg, vagy cáfoljátok meg, ha tudjátok az igazságot. Tehát a gyógyszer túladagolásban halt meg, viszont, és lehet, hogy itt az angol kifejezése volt nekem problémám, de állítólag pontosan azért halt ő meg, mert olyan szinten beleélte magát ebbe a karakterbe, és olyan szinten tolta túl a gyógyszereket, hogy valamilyen szinten ennek a következménye is, hogy ő... Hát tehát nagyon egybefort ezzel a szereppel, igen, pszichikailag igen, is. Pszichésen is, és ugye itt... mit akartam ebből kihozni? Ja, és posztumusz Oscar-díjat kapott ezért, ez S1. Na ez a nagy kérdés, ugye sokan azért, most így nincs a fejemben, de Tomi, téged is köszöntünk sok szeretettel, és ha tudsz abban segíteni, hogy abban az évben ő kikkel versengett a legjobb mellékszerep Oscarért, hogy esetleg lett volna olyan, aki tényleg esélyes lett volna, vagy itt tényleg egyértelmű volt, akár élve, akár halva, hogy Heath Ledger ezt az Oscart megkaphassa, mert nyilván segít a felhajtás, segít a hype. Valahogy az az év hülye jött volna ki, ha nem ő kapja. Vannak ilyenek is, de tényleg az... De nem, ez nekem mindig annyira fura. Fura, csak mindjárt Tomi megnézi. Köszönöm szépen, Tomikám, hogy kik voltak többi előtt, milyen filmekért, mert akkor esetleg tudunk arról beszélni, hogy hát, ha nem hal meg, akkor lehet, hogy. Aha. És ez valóban így van, ahogy te mondtad, hogy annyira beleélte magát ebbe a szerepbe, hogy állítólag ő valami 6 hétre beköltözött valamilyen gyógyi otthonba is, hogy figyelje a Robert Downey Jr. trópusi vihar. Hát igen. Hát ezt... Sunny a magyar Joker, köszönöm, most már Márióban előtt a Joker. Az XX, Joker XXL, figyeljetek. Blankám, köszönöm, egy van itt tündér vagy. Egy fejlődési vonalat azért föl lehetne ábrázolni. Figyelj azért, na. De hogy így a Tobi Jack Nicholson is, ha bejelentkezett elvileg a szerepre, nagy mellénye, hogy újra eljátszom nektek, nagyon szívesen. Igen, na... Megmondom nektek, azt meg akarom keresni, nem fogjátok. Megmondom nektek őszintén, amikor beszéltünk erről Sunnyval, hogy vegyük elő a Sötét lovagot, akkor én nagyon izgultam egy picikét. Elmondom, hogy miért. Nagyon egy picikét? Nagyon egy picikét.
Nagyon izgultam egy picikét. Nagyon izgultam. Egy picikét nagyon. Egy picikét azért, csak összefújtak a mondatok, egy picikét azért, nem reklámozunk, mert mert gyakorlatilag ugye Batmanről beszélünk. Emberek, Batman, és ebből nem készültem, nézzétek el nekem, mert a teljes, ugye egy képregény sorozatról Zsorti, beszélünk. Nem készült, csak mondom. Képregényről beszélünk, képregény hősről beszélünk, ami már a 60-as években tarolt mindent. Ugye az elsők között volt a Denevér, vagy Batman, ugye? De Batman a Dönevéremből. Dönevéremben. És azért nagyon érdekes ez a történet, mert gyakorlatilag minden idők legrosszabb Jack Nicholson, minden idők legrosszabb Jokerének választották Jack Nicholson-t, ami érdekes. Na ez a furcsa. És itt kellene azon gondolkodni, hogy mennyire lehet elrugaszkodni magától a képregénytől. És azért félek belemenni nagyon egy picit ebbe a történetbe. Mert, ez az új aranyköpés lesz most már. Mert nem vagyok annyira képregény ismerő, hogy ezt tudjam. Nekem nagyon sok Batman képregényem volt, és imádtam a Joker szerepét, a Joker karakterét, bocsánat, és ehhez igazítottam, tehát én a képregényhez igazítottam mindig az elképzelést, hogy ő hogy néz neki. És akkor jöttek sorra az újabbnál újabb Batman versus Joker filmek, és mindig egy picit másabb volt. Nekem is tetszett a Jack Nicholson, új szint vitt bele, mindegyik mindig új szint vitt bele, ez valahogy úgy tetszett, ugye különböző rendezőkről is beszélünk, különböző koncepciókról beszélünk, nagyon tetszett viszont ez is. Nekem nem azért, mert Heath Ledger... Én őszintén leszek, addig azt sem tudtam ki... Szóval az már bocsánat, én nem is ismertem annyira Heath Ledgert. Jó, tudom, ilyen Tini Víg játékokban, meg valami lovagregény, meg ilyenekben játszott, lovagregényben nagyon volt sármos volt, és de itt gyakorlatilag le is vihet. Az egyik szép fiú volt ott a Tini komédiák közül. Igen, vagy között, tehát valami ilyesmi, igen. Viszont ebben a feldolgozásban ez a karakter borzasztóan adta. És hogyha már itt van Tomi, akkor elmondanám, hogy a mai közös ebédünk során arról beszélgettünk, hogy mennyire van ez túlhájpolva, illetve mennyire jó az ő karaktere. Megint csak mondom, szerintem ő viszi a teljes filmet. Viszont maga a film, és hogyha nem Heath Ledger lett volna, akkor szerintem a top 50-ben nem lenne, nemhogy a top 3-ba. Mi a véleménye? Hát összességében egyébként nyilván nagyon nehéz elvonatkoztatni a hype-tól, mert hogy volt. Ez nagyon nehéz kizárni. De ettől függetlenül, mint filmet nézem, kezdjük ott, hogy én a Batman Begins-el mai napig nem tudok kibékülni, tudom, hogy az a legjobb, meg stb. Mindenki ezt mondja, én nekem harmadik megnézése sem ült le az egész. Nekem Nolan ott egy picit alásta az egészet, ahhoz képest, amit én a Batman-től vártam. Nekem ahhoz képest a Sötét Lovag messze-messze jobb volt, de szerintem sem üti meg azt a szintet, hogy helyet foglaljon a top 250 jó, első ötödében. Ja, azt hittem a top 200. Te az 50-et mondtad végül is. Én 50-et mondtam, nem, hát nézzétek. Azért tekintve a filmtörténelmet nem hiszem, hogy helye lenne, főleg nem a harmadik helyen, ez nyilvánvaló. Én csuklóból mondok 50 olyan filmet, ami simán sokkal jobb. Fú, tovább ide megrúgdostak, igen. Nem, most egy szándékosan nem akarom nézni a csetet. Most már én mutatom itt a népnek közül. És akkor itt most menjünk bele egy picikét abba, miután a csetet felolvassa a Sunnyverzum. Olvasom fel? Hát nézzük fel a csetbe egy kicsit. Maxra, akkor... Nem, most kiraktam már, mert lássák a volt nézők is majd, hogy miről van szó. Na, ugye ebben igaza van Tominak, hogy ha majd jön neki a Sötét Lovag, akár 10 Oscarra is jelölhetnék, mivel a mai trend már azért megengedi ezt. Azért tudni kell, hogy Heath Ledger elsőként kapott most akár az, hogy most holtan, de Oscart szuperhős filmben, ilyen kategóriában. Tehát nyilván szuperhős filmek technikai kategóriákban tudtak nyerni. Elsőként kapott posztumusz Oscart. Életében először, vagy nem. Igen. Nem, tehát az a lényeg, hogy szuperhős filmből szereplő még nem nyert sem legjobb mellékszereplő, sem legjobb főszereplő díjat, ő volt az első. Az, hogy most ez posztumusz, az most egy másik kérdés, hogy nyilván nem nagyon tudta értékelni, ő már a családja vett, tehát ugye most olvastam egy pár cikket nyilván a mai műsor miatt, és ott azért több videófelvételt láttam, hogy ott a család ott volt az egész. Hát, igen, készültem, igen. Egy olyan 3 percig nézegettem ezeket a cikkeket. De legalább ezt nem mondd el. Nem vicceltem. Na, folytasd. Igen, azt ott tartottál, hogy elolvasod. Igen, hogy te is lehet. Nekem nem tetszett ez a film, egy dologban viszont egyetértek, Heath Ledger alakítása brilliáns, érdemelten kapta a díjat. Ha számomra valamiért jó ez a film, az az ő színészi játéka. Teljesen egyetértek ebben, hogy az ő
Tudjátok, én Christian Bale-t nem szeretem, tehát engem ő nem mentett volna meg. Tény és való, hogy kellett bele ez a karakter. Hát tudták, hogy nem szeretett, azért takarták az arcát sokáig. De ott van Aaron Eckhart, szerintem ő is nem jelens volt benne. Tehát azért a többi karaktert se felejtsük el, mert oké, hogy most Heath Ledger, de azért a többi mellékszereppel is teljesen ki voltam békülve, vagy akár ha megnézzük Gary Oldman-t. Morgan Freeman, aki nem volt ott, de például ő is benne lehetett volna, és annyira jó lett volna. De tényleg Gary Oldman, mint Gordon felügyelő, azért ő is nagyon jól vitte. Nyilván Michael Caine, tehát azért itt egy nívós szereplőgárda volt. Kiemelkedett Heath Ledger, valóban kiemelkedett, és tényleg egy olyan új szint hozott Joker karakterébe a többi filmhez képest, ami réteget szerintem nem láthatunk sehol, mert ott volt Jack Napier, ugye a Jack Nicholson féle Joker, lebarta a sav az arcát, jaj, de izé, meg ugye ott az egy kicsit fura volt, mert ez nem az eredeti képregény adaptáció volt, mert ugye ott ölte meg a szüleit is, meg stb., de mindegy. Az inkább egy ilyen kicsit túl fantáziát gangsterfilm volt. Itt meg tényleg megkaptál egy pszichopatát, aki már az elején megláttad, hogy a saját társait kinyírja, ha arról van szó. A közepén kiderül, hogy a pénz se érdekli, mert úgy gyújtja fel, ahogy van az összes pénzt. Na, tehát, itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát pszichopata, kész. És azt szerintem ilyen. Na, szociológiailag... Szociolitikilag. Volt két olyan, van két olyan jelenet a filmben, ami számomra nagyon... Jól elolvastuk a csetet. De ne, ami beszédtémát indít. Például az, amit mondtál. Tehát ott van előtted egy hegynyi igen. dollár. Fú, azt imádtam. És azt mondja, hogy nem érdekel az egészre. Ilyenek, csinálj egy kis ezt hegyet. Ezt egy párszor egymásra képzelitek. Szerintem a legtöbben azért látták a filmet. És akkor képzeljétek el, hogy így alágyújtanak, és akkor nem kell, értsétek meg, nem kell a guba, nem kell, gyújtsunk rá. De mivel kezdődik bankrablással? Amire azt gondolnád, hogy pénzben, nyilván miért rabolsz bankot? Jó, de nem pénz volt. És aztán meg kiderül. Ott sem pénz volt. Igen, de meg ott is az volt, igen. hogy minél több társadat lelövöd, annál kisebb részre oszlik annál kevesebb felé oszlik a pénz. Annál többet tudsz felgyújtani. Igen. Annál nagyobb tábor tudsz oszlani. Igen. Aztán belevitték meg a maffiát, a pénzmosást, összefogjunk Batman ellen, összefogjunk Joker ellen, összefogjunk Gordon ellen, fogjunk össze egymás ellen, már mindenki mindent csinált. De Joker karaktere viszont egy gyönyörű ívet, nem is ívet, mert hogy stagnált, tehát annyira, az volt benne a furcsa, hogy elmondta, hogy a káosz, hogy is fejezte ki magát, hogy egy kutyák után, autók után rohangáló kutya vagyok. De ez viszont nem jött át nekem, mert gyönyörűen fel volt építve az egész. Minden egyes rész, amit ő csinált, minden egyes negatív terv is terv volt. Nem káoszról beszélt, nem dobálózott össze-vissza, hanem tudta, hogy A-ból B-be el akar jutni. Tehát mindezre ez volt, káoszt teremtett nyilván, de teljesen káoszt, tudatos volt ez. Így van, és mindenre volt B-terve, és mindenre ki volt találva minden. És ugye ott volt ez a jelenet, amikor fölgyújtott egy nagy halom pénzt, ami nagyon furcsa, igen, ebben a formátumban, hogy addig meg ők rabolták. Ez volt az egyik, a másik pedig a dupla kompos jelenet. Jó, az nagyon ami gyakorlatilag egy fűrész egész... Fűrészlájt. Igen. De pont erről beszéltünk ma, hogy egy picikét nekem már sok volt. Tehát azt éreztem, hogy egy 2 óra 14 perc, vagy valami ilyesmi, a játékidő, és mindent bele akarnak nyomni. Tehát ahhoz képest, hogy egy trilógiáról beszélünk, tehát 3x2 órányi történetünk van, azt is megértem, hogy ez egy rész, és el akart jutni A-ból B-be, és le kellett zárja a Joker szálat, illetve a Gordonos szálat végül is. Ennek ellenére még ott volt a kompos jelenet, még ott volt a nő megmentése, vagy nem megmentése, akkor az egyik főszereplő... Spoiler, nem. Az egyiknek a halálának az eljátszása, aztán mégse, vagy mégis, ki tudja. És akkor ott van az, hogy bedob egy olyan témát, ami emberekről szól. Tehát annyira szociológiai kérdés, hogy kapsz egy távirányítót a kezedbe, amit ha megnyomsz, akkor meghal 500 ember a másik kompon. Ha nem nyomod meg, ők nyomják meg. És ráadásul börtöntöltelékekről beszélünk igen. az egyik hajón. Tehát igen. a valóságban ez úgy nézett volna ki, hogy szerintem a mondat végig sem ment volna valamelyik, amit... Igen, következő kérdés, a másik igen, bolyog haladjunk itt. Haladjunk már, kell cserélődjön a komp. Ha ők nyomják meg hamar, akkor ki meghap. Igen? Meg... Igen. Tehát...
ilyen szempontból, de valahol kellett bele ez is, mert az is a valahol szerintem az mutatta meg, hogy akármennyire pszichopata, vagy tényleg ilyen nagyon sötét, de mégis akkora intelligenciája van, hogy egy ilyet is megcsinál, hogy játszik, nem csak arról van szó, hogy erőt fitoktat, hanem azért játszik az érzelmekkel, játszik az értelemmel, mindennel. Te most Jokerről beszélsz? Igen. Igen, mert hogy... Batmannek nem sok szerepe volt ebben a filmben, tehát itt igazából ez... Ő statiszta volt ebben a filmben. Batmannek is elmondták a szerepét az utolsó mondatok között. Van. Batman azért volt, hogyha kell egy hős, akkor ott van, de ha nem kell, akkor szaladjunk utána, és engedjük rá a kutyákat, és tépjétek szét, és ő majd csendbe a sötétbe majd figyel a háztetőről, mint egy denevér. Ez sok-sok karakter tragédiájáról szólt Batman, a végén kapta meg a saját kis tragédiáját, nyilván igen, a fináléban, de amúgy... De ott van a másik kérdés, amit a kisgyerek elmond a végén, hogy de hát most miért üldözik? Hát ő a mi hősünk, és igen. Hogy... Tehát nekem ott volt egy olyan kis, nem is hiányérzetem, csak egy olyan kis furcsa gondolat motoszkált a fejembe, hogy akkor most itt, micsoda Batman? Tehát, hogy Batmannek a fő karakterét át lehet-e írni, és akkor most a képregényről beszélünk, vagy egyébként fő karaktereket átírhat-e egy rendező, egy filmrendező? És most nem arról beszélek, hogy mit tudom én most, savas hordóba esik, és úgy sérül meg, vagy hogy gázolajos lesz az arca, és vagy benzines lesz az arca, és akkor meggyullad, vagy ilyen dolgok. Tehát, hogy ugye Deadpoolról beszélgettünk a múltkor ilyen szempontból, hogy ő egy negatív karakter. Alapvetően igen. És ehhez képest a filmekben, ahogy megismertük, ő egy... Ő ott a vicces szuperhős. Ő a vicces szuper, a vicces... Jó fej. Pozitív szuperhős. Igen. Mert hogy ő ugye csak... Rossz fiúkat gyepárta. Igen. Nyilván az eredeti Deadpool az nem ilyen volt az élás. De ugyanez volt a... Mi volt az a cápa emberrel, vagy mi volt az a akárki... Tehát ő se volt a vicces. DC-ben? Igen. Hát igen, hogyha valaki látta magát a Flash sorozatot, ugye az a cápember már ott is meg volt ágyazva. De hát ott ő egy gonosz volt. Flash. Hát Flash se egy pozitív szuperhős. Tehát ő is csinál pozitív nagyon sok. Pozitív törte is van benne, amikor nagyon gyorsan szalad, de ennyi. Igen. Ja, olvasd a csetet. Na nézzük, mert tényleg azért aktív a cset, köszönjük szépen. Jó vissza kell tökerni. Na, Blanka Szekeresi, láttam mind a három Nolan-féle Batman, mert az első és harmadik is tetszik is, de ez valahogy nem jött be. Írta Erik Blankának. Igen, ezt beszéltük és is. És Erik, te láttad a folyamatot is? Akkor tehát a folyamatszálat is? Hát nyilván az Batmannek a jellem fejlődése, épülése, maga a trilógia. Nyilván mind a háromba kapunk egy külön-külön főgondot, egy külön-külön fősztori, de egyébként megvan az íve. Az íve megvan a háromnak Batman szempontjából. Oké, de akkor meg nem gáz, hogy Heath Ledger elviszi a második részt? Hát... Tehát a második rész Christian nem Dark fel Knight kellene legyen. Igen, Christian Bale néha nem csak a kiabálással, hanem a színészkedéssel is foglalkozott volna abban a részben, akkor lehet nem vittem volna el. Ez csak Tommy miatt, mert Tommy imádja Christian Bale. Michael Shannon a Revolutionary Roadért, azt láttam Atom benne, de simán jobb volt. Ledger ikonikusabb, ugye a kérdésünkről kik ellen ment. Robert Downey is Atom volt, de szerintem nála is jobb volt Ledger. Robert Downey nagyon Atom volt, de az nem az Oscar-díjas kategória volt a trópusi viharban nyilván, mind a mellett, hogy imádom ezt a filmet. A legjobb Batman rajzfilm az a Bátor és Vakmerő. A rajzfilmeket annyira nagyon nem ismerem, hogy ebben nem Bátor tudom. Bátor és Vakmerő? Biztos volt ilyen rész. Hát egyébként pont tegnap néztük, Tomi, hogy most is van valami karácsonyi Batman rész, és rendesen valid dísz is. Az egy dolog, csak mi az, hogy Bátor és Vakmerő? Hát lehet ez az alcíme. A Bátor és Vakmerő. Jó, azt hittem, jó, most elnézést. Hát gondolom, nem ilyen Steve Van Dyke klónokat mereget kivődőrrel a kútból, ez nem attól Vakmerő, de nem, tényleg nem tudom. Jack Nicholson, Jack Nicholson a ragyog átból. Kérek egy honval ez a nyomjál egy tücsköt. Azt hiába, hogy tücsköt? Köszi. Elnézést kérek mindenkitől. Jack Nicholson az aranyogásban is epik, hát ő ott indult el, jobban meg. Limites. Hát neki nyilván a szálakakuk fészkére, stb. Ugye neki az a korszak, azért megalapozta a karrierjét. Jack Nicholson? Igen, hogy a ragyogásban mekkora epik. Hát nyilván a ragyogásnak jobban tetszett a feldolgozása, mint az eredeti film. Túl a barátságon valóban, amikor beszéltünk Heath Ledger, hogy tűnik komédia, stb., akkor ő már túl volt a barátságon. Nem, ez tény, hogy ő. Na most, nem láttam egyébként. Túl a barátságonról azért tudni kell, hogy ott egy meleg cowboyt játszik. Uh-huh. Ez manapság azért nagyon-nagyon érdekes lenne. Olyan furcsa, hogy 10-15-20 éveken
visszatekintve, vagy előre-hátra tekintve, hogyan változnak ezek a dolgok. Figyelj, akkor még ez egy fő film volt, most meg bármelyik Netflix film hátterében ott van. Oké, de simán elkaszálhatták volna Heath Ledgert egy életre. Érted? Simán mondhatták. Igen, mert az még egy kicsit ez a SG-s korszak volt, amikor még ez nem volt ennyire előre tolva. Hát most már vállukon vinnék. Beskatujázzák, hogy... Én a paródiáját láttam. Jó, tudom, te egy Z-kategória. Horror akarva valamelyik részében volt a paródiája. Oké, de most, ha belegondolsz, azért nézd meg az A-kategóriás színészeket. Mondjál 5 A-kategóriás férfi színészt. Nemzetközi szinten? Igen. Mindegy, csuklóból. Hát a csuklóból próbálnék. Hát Gary Oldman mindenképpen egyébként, ha már most egy kicsit erre a filmre is hajlan. Nem, csak mondjál. Most csak innen kiesett. A-kategóriás színész. Most. Nehéz lenne most ezt így összeszedni. Jó, Tom Hanks nyilván az nálam teljesen menő. Ha tényleg színészi játékot, ezzel csak az időt húzom, csak mondom, ha tényleg a színészi játékot nézzük, jó, akkor Leonardo DiCaprio, vagy Tom Cruise. Na. Oké. Színész. Tommy. Igen, nem vicceltem. Hát igen. Tom Selleck. Viccet félretéve. Tehát mondjál egy olyan A-kategóriás színészt, vagy ötöt, aki bemenne... Egyet vagy ötöt, érted? Egyet vagy ötöt, aki bemenne vállalni egy merek karaktert. Én bevállaltam. Nem, ugye igen. Ja, tudom, A-kategóriás meg színészt. De nem amúgy tényleg most bele... Én azzal indítottam. Várjál, hát egyébként érdekes kérdés, hogy hát nyilván Tom Hanks bevállalta konkrétan, de beismerné bármikor. Szerintem ő mai napig be tudná vállalni, még ebben a korban is. Szerintem ő zseni ehhez. Tom Hanks melyik filmjében menne? Hát a Philadelphiában az első Oscar-díja. De... Hát, jó, visszaszívom, hát... jó, nem így értettem. Oké, okay. Hát, mert ott teljesen irreleváns volt, hogy ő most meleg vagy nem meleg, mert nem az volt a lényeg, hanem hogy... Ja, hogy ennyire előtolva meleg, hogy mondjuk ilyen sátrasban? Igen. Hát már mint a... Szerintem beszéljünk a Batmanről, jó? Mert de úgy érzem, jó, hogy... De amúgy jó kérdés, de most viccet... De azért figyelj már, hogy... Christian Bale szerintem be tudná vállalni. Nem szeretem, az, hogy be tudná vállalni, hanem bevállalja. Be, Christian Bale-be. Mert úgy, tehát benne van az... Belőle kinézem. Ő annyira sok rétű színész. Annyira sok, nekem ő az a színész, már a Csillagok közöttben annyira a top listára tört nálam ő, hogy annyira sok réteg van azon az emberen. Mert Matthew McConaughey nem vállalta be a melegséget a szintén az éces filmjében? Igen, de ott sem ez volt előre tolva, ugyanúgy, mint a Philadelphiában. De úgy, hogy ilyen sátrasba. Tehát tényleg arról van szó, hogy hello, cica, gyere, szerintem forkázni. Lehet, hogy ebben nem tudom. Érdekes kérdés, de ne feszegessük szerintem se. Okay. Batman Begins sokkal jobb film, nyilván ezt megbeszéltük, hogy neked Sunny a magyar Joker, vagy Sunny lehetne Heath Ledger. Tomi? Te meg megtapsolod? Nem tudtam. Akkor ide is egy. Na jó. Azért, mert az, tudod, én úgy olvasok, mint az emberek 80%-a, hisz, nekem az Ledger lett volna. Hát csak Fedger lett. Fedger, jó, igen. Nem is szólok hozzátok a továbbiakban. Gond. Én nagyon kedvelem Christian Bale-t, nagy tehetség az ember, mellesleg egy átváltozó ember, jó, hát ezt tudjuk, hogy a gépészben lefogyott 740 kilót, aztán visszaszedte. Morgan Freeman nyilván, szintén nagy arc. Ugye ő volt amúgy visszatérve Morgan Freeman, tudom, azt mondtam, hogy nincs benne, aztán beugrott, hogy benne van. Ő volt a Fox, Mr. Én Fox. Én azt hittem, hogy vicces. Nem, én kevertem már a Batman filmeket, de most hát tudom, hogy benne volt. Jó, mindegy, menjünk tovább. Erikkel vagyok, Christian Bale óriás volt, testétől megnézni az amerikai pszichó, gyűlöltem azt a filmet, szerintem annak se eleje, se vége annak a filmnek. Az is egy brutális film, Tommy az indította be igazán a karrierét, ott nagyot játszik, szerintem DiCaprio mellett ő generációja legjobbja. Hát figyelj, DiCaprio az itt is elhangzott akkor ezek szerint, Leonardo, de DiCaprio is játszott meleg karakter egyébként. Leonardo, a ceruzás trükk, igen, az nagyon nagy volt amúgy. A Batmanben ugye a Heath Ledgertől. Az nagyon jó, igen, na például az is. Ki is a biztosítékot nagyon sok kritikusnál, és az nagyon rossz visszhangot kapott. De miért? Mert ilyen érzékeny. Jézusom, meghalt valaki. Hát nem, csak belenézett a ceruzába. Hát akkor meg... Kihegyezte. Hát de... Mire hegyezték ki ezt a ceruzára? Szerintem. Erre még tücsök se jár. Így van, Erik Christian Bale csak elismeri, lehet szinte minden filmét. Látom, giga karizmája van, minden skálán hitelesen színészkedik. 2:30 perc a film egyébként, Erik azt írja. Harcos éve szerintem érdemelten kapta az Oscar Tommy. Tommy nem is mesélted. Valami még nagyon szerettem tőle a tökéletes trükköt. Jó, igen, az gyönyörű, az jó az a film. DiCaprio miben játszott melege? A pályáin, a izét, a
Most pont volt is egy film, amiben pont egy tanárnőről szól, aki megmutatja az osztálynak ezt a filmet, amikor a két 17. századi francia költő meleg kapcsolatáról szól, és ő az egyik a napfény, és még nagyon fiatal lurkó volt. Menjünk Tomi, tovább. Segíts, léci, DiCaprio-nak a 17. század költős filmje az mi volt, és most mondom, még a két jó napon ezelőtti színemaratonban beszéltem arról a filmről, ami pont tényleg egy tanárnőről szól, akit ezért rúgtak ki, mert megmutatta ezt a filmet az osztályába. A napfény... Van olyan, hogy a napfény íze, de ez az nem az. Jó. Jake Gyllenhaal. Itt azért kiküldtük a meleg vonalat elég erősen a chatbe. Kosaras naplója. Abban is meleg egyébként, igen, de nem arra gondoltam, de talán abban is meleget játszik. Hát jó, de ott még 20 éves, hogy mennyi. Arra nem volt szó, hogy hány évesen lehet meleget játszani. Jó, félrementem ezzel a meleg vonalat. Batman egész próbál rendetlen a káoszban, tehát minél jobban akarja, annál inkább kicsúszik a talaj morálisan és gyakorlatában. Ő nagyon fontos szerepen a filmben, meg ugye egy beszólt nekem, hogy a szerelme felrobbantása nem fáj Batmannek. Sunny, figyelj, vannak járulékos veszteségek ebben a filmben is. Ezt most úgy hívták, hogy Batman szerelme. Igen, de azért az is nagyon érdekes, hogy ott van egy szerelmi háromszög. Tehát, hogy ki de hogy megváltozott a csajért? Kinek a szerelme, he? Igen, ez a... Hát, na, Katie Holmes-ot ugye azt kukázták az első rész után. Nem, hogy azt mondja, hogy, tudom, csak... hogy megölték a szerelmemet. A kint. Ja, az ennyi. Igen, ott abban volt is konflikt nyilván, ugye, itt, amikor meg kellett menteni vagy az egyiket, vagy a másikat, és nyilván Joker bekeverte a kettőt, hogy véletlenül is azt mentse meg, akit szeretne. Igen, de ez is érdekes, volt egy drámája ennek. Ott se fölrobbantotta egyből az egészet. Hát, adott esélyt rá. Mindegy, hát ott tudtuk, hogy valakinek meg kell halnia. Nem tudom, jól döntöttek ebben, nem tudok hálást foglalni. Erik Fassbender. Rengeteg dialógia van a Batmannek a filmben, Bruce Wayne-ként főleg, de abban nehéz villogni. Ezért esik össze mindenki Jokertől. Nagyon finoman és ízlésesen játszott a Bruce Wayne-t. Mit, rengeteg dialog van Batmannek a filmben. Bruce Wayne-ként főleg, de abban nehéz villogni. Hát az csak az, hogy miért tudta lenyomni Heath Ledger, ugye Christian Bale-t, ugye mi mindig erről beszéltünk ott annál a résznél. Jogos egyébként valahol a meglátás, mert Heath Ledgernek azért hálás volt az a beszólogatós, magamutogatós, monológokat előadós, amikor elmesélte két különböző módon, hogy vágták fel a száját, stb. Ugye nyilván ehhez képest Batmannek meg ez a I am Batman. Hát jó, de I am Batmannek ott van a Batman Begins, érted? Hát, de most a sötét lovagot nézzük szűkítve, akkor... Hát, na jó, de... Oké, okay. Menjünk tovább. Nem olyan látványos, mint a hipsterkedés, de színészileg tűpontos. Zsolti, bocsi, de nem viszi el. Batman szerelmét kinyírja, Joker és Batmanben megmarad a tartás ennek ennyire is, ezután már nem sokat számít Batmannek, hogy mit gondol róla bárki is. Ebben se tudok belekötni, így van. Jake Gyllenhaal, ő is eljátszott a sőt, még Michael Fassbender is bevállalt a Shame a szegénytelenségén, na, az is brutál film, illető, ugye kaptuk a választ a meleg karakteres kérdésedre, bár ott Fassbender hetero, tehát bevállalt a meleget, csak pont heterót játszott, de van egy jelent, ami ehhez kapcsolódik. Erik Shame-ben nem meleg, csak faszikkal is kormol. Ezért Tomi tud fogalmazni az a lényeg. Igen, ott cseszték el, hogy kukázták Katie Holmes, pedig az egy gyönyörű nő volt a Begins-ben. Hogy van ez, hogy kiverjük egymásnak, de semmi buzulás, jó? Igen, ez a Torrente. Torrente klasszikus. Egyébként a Katie Holmes-ot ott a színészi játék, amiért kukázták, hogy ott tényleg volt valami személyes konfliktus, arra most nem emlékszem már. Hát ennek nem néztem utána, úgyhogy ilyet nekem. Vagy Tom Hanks, vagy Tom Cruise engedte, akkor még akkor vele volt, nem? Akkor már nagyon ment ez a szientológiai smoke, ha jól tudom. Hát állítólag Tom Cruise-nak most is megy. Már úgy, hogy akkor Katie Holmes azért menekült tőle, mert hogy akkor már gyerekeket is be akarta vonni Tomi. Meg a többi. Na mindegy, ebben ne is menjünk bele. Érdekesség egyébként, hogy mind a mellett, hogy színészi játékában is mennyire lenyűgöző volt Heath Ledger, azért ne felejtsük el a kórházas jelenetet, ami ugye legenda, hogy ott mi volt a forgatókönyvben, és mi lett belőle valóban a filmben. Ugye ott tényleg annyi volt a forgatókönyvben, én néztem több videót is, ugye megkészültem, mondtam, Zsolti, egy piros pontot légy szíves, majd azért nyugodtan. Tehát itt az a lényeg, hogy jön kifele, megnyomja ápolónőnek beöltözve viccesen, megnyomja a gombot, és robbanás. Na most azt tudni kell, hogy Christopher Nolan megmondta, hogy ez egy valódi kórház volt, ők megvették ezt az épületet, ami amúgy is lebontásra várt, és akkor gondolták, hogy felhasználják egy éles robbantásra. Ebből kifolyólag ezt a jelentet egyszer lehet felvenni, mert ez nagyon nehéz utána úgy visszaépíteni, tehát nem ilyen... Kamikaze pilóták, figyeljetek, egyszer mutatom meg, igen. És akkor az utolsó detonáció valóban nem indult el a távirányítón. Tehát amikor ő jött, ugye látjátok, hogy az elején még ilyen tang-tang robban, és akkor megáll. És amikor felrobbant, tényleg megijedt, mert akkor meg már nem számított rá, hogy felrobban, és akkor látszik, hogy összehúzódik. Hát igen, baromi jó, és benne maradt. Igen. Másik hát ilyen, ezek a nagyon jók, igen. Másik ilyen jelent Michael Caine.
hogy ő meg akkor látta először Heath Ledgert kimaszkolva, tehát ő neki meg sem mutatták, tehát sok színészt úgy raktak be a jelenetbe, hogy tényleg ilyen teljesen szűzen álltak ott, és akkor megjelent ugye Heath Ledger maszkírozva. Lássuk be, azért nem az a klasszikus Joker maszk volt, az az egyenletesen kimaszkolt, kirúzsozott száj, hanem eleve az a tépett pszichó kinézett, és Michael Caine-nek annyira alakadt a szava, hogy elfelejtette a szövegét. És csak így vett egy levegőt, és nem mondta a szövegét, mert elfelejtette, és így maradt benne a filmben. Annyira hiteles volt a megdöbbenés az arcán. Tehát itt köszönöm szépen, Zsolti, ezt megérdemeltem azért, léci, mondd azt. Szóval zseni. Tehát jó ez a színész, gár ez olyan. Azért Christopher Nolan azért, ha megnézed, minden filmében azért A kategóriába dolgozik erőgelésen. És akkor ez lett volna a következő kérdés, hogy beszéljünk egy picikét Christopher Nolanről. Neked mi volt a kedvenced, hogyha már... Most ugye, a Batman? Vagy Ellen Nolan? Nolan. Tehát olyan, hogy próbáljuk elhelyezni a munkásságába. Tökéletes tök csillagok között. És a csillagok közötthez képest nem érzel kicsikét nagy ellentétet például rendezésben? Tehát... Alapvetően utólag csodálkoznék, hogy ő hogy vállalt be egy Batman trilógiát. Például nézve a többi, a fantasztikumot, mondani. A thrillereket, a fordulatokat, hogy de szerintem ahhoz képest, és ne haragudjatok meg, amit most mondok, és a végeredménytől eltekintve hülyeséget beszélek, de neki egy visszalépés volt az, mikor azt mondta egy Batman trilógiára, hogy jól van, megrendezem. Az máshogy zseni lett. De szerintem most ilyen filmekre adatolok neked egy ilyet, hogy Batman trilógiát rendez már meg. Jó. Zseniális, amit alkotott belőle, de nyilván más. Szóval nekem nem illik bele a Nolan érába. Nekem sem, hát ezért hoztam fel a témát, és azért nagyon érdekes számomra ez a történet, mert, és visszakanyarodnék megint, és nagyon érdekelne a véleményetek itt a cseten is, hogy ti megmennétek-e, és hogyha valakit fölkér a DC, vagy a Marvel, hogy rendezze meg egy. És azért ez egy marha nagy dolog. Tehát Batman Begins, és valami van közte, nyilván a fő ellenség, ugye Joker, vagy akár még Pingvin is lehetett volna, és el kell jutni valahová. Tehát, hogy ezeket már megrendezték, már megrajzolták, ezek megvannak. Mondom még egyszer, nagyon nem rugaszkodhatsz el az eredeti történettől. Mm-hmm. Valamit bele kell vinni, hogy más legyen, mint az előző, de jobb legyen. Ugye mindig csak fölfelé szabad lépkedni. Igen. A harmadik pedig az, hogy egy trilógia, bakker. Tehát nem arról van szó, hogy telenyomom CGI-jal, és akkor két ólát valahogy kibekkelek egy akármilyen sztoriba. Uh-huh. Itt ezt azért... megírták neki alá, vagy ő íróként is, mert ugye ő Jonathan Nolannal a testvérével szoktak azért forgatókönyvet írni, hogy ő készen kapta, ezt most tényleg megint lehet, hogy Tomi rád fogunk támaszkodni, hogy ő készen kapta ezeket, tehát mondjuk egy Batman Begins-t készen kapott, vagy annyi volt, hogy rendezd már meg egy Batman eredet történetet, pont. És meg is írták, hogy ő készen kapta ezt. Eredet történetet is, tehát azért gondolj vissza egy picit, mindig elmondják, hogy jaj, színházból hazafelé mentek, vagy operában. Ja, hát azt már meguntuk. Tehát ezt már mindig elmondják. Szép gurul a gyöngy, az mindig igen, benne van mindegyikben. Igen, és ott van Joker egyébként, azért legyünk őszinték, és lelövi, és akkor ez benne marad, és akkor a barlang felfedezi. Ezek már olyan lerágott csontok, tehát, hogy valami újat bele kell vinni. És akkor ott van a... Igen. És akkor, hogyha a csillagok közöttet vesszük alapul, akkor ott van egy olyan történet, ami mindenkit megmozgat valamilyen szinten, marad is benned egy kis kíváncsiság, maradnak benned kérdések, vannak benne kvázi időutazások, időféregjukak, időparadoxok. Ott a fantasztikum összes mindenébe belenyúlt egy picit. Mindenbe, és ott is ugye, ahogy mondtam, Matthew McConaughey egy full A kategóriás színésszel olyat alkotott, amit nagyon nehéz túlszárnyolni. Ha engem kérdezel, akkor ezt a legnagyobb kihívásnak tartotta. Hát ugye eleve a maga a csillagok között az Nolannek volt, a testvérének volt az egyik novellája gyakorlatilag, igen, és abból igen. Kezdtek el dolgozni. Jól át is alakították közben, mint kiderült, ugye azért közel nem ez lett volna maga az a film, de az valahogy úgy sült el, az nekem akkora bénnyomot hagyott, hogy eszméletlen, tehát az agyban is összerakni, hogy úristen, akkor mi is történt, és az a többször nézős film, tudod, nem az, amit egyszer megnézel és nem vagy rá kíváncsi, hanem egy éven belül akár többször is meg tudod nézni, és mindig így nézel, és oda tapadsz, mert annyira... És ugyanez a tökéletes trükk. Igen. Nekem, ugye, meg ugye
Christian Bale mellett ugye ott volt Hugh Jackman, ugye a két bűvésznek a párharca. Ott is azért agyalós, gondolkolós, hogy most akkor mi van, meg hogy meg merre. Hát és azért azt helyezd el időben, mert ugye abban az időben meg nem is annyira a CGI-on volt a hangsúly. Hát nyilván az meg egy kosztümös. Igen, hanem egy picikét még kicsit agyalós, és akkor te is elkezdtél gondolkodni, hogy hogy csinálja vajon, és akkoriban meg ugye nem, megint csak, hogyha kosztümös időszakról beszélünk, tehát abban az időben biztos nem tudom, reflektorokkal, vagy tükörlézerrel, vagy nem tudom mivel oldották meg, hanem ezek valódi trükkök voltak, amiket sokszor ugye az életük árán kellett, hogy kivitelezzenek. Ez mind benne is van a filmben, szépen meg is van mutatva, ugye a baleset része is meg van mutatva, hogy milyen buktatói vannak. Az a film tökéletes, nem csak trükk, de a film is, tehát az tény. Nolannek még egyébként érdekes, nekem a Tenet volt az a zsákban macska, amit Tomit nekem szarrásztál, bár bocsánat, hogy így mondom, de szarrásztál, de nekem az megcsúszott az a film nagyon. Én is nem értettem, én vagyok a bolond, csak mondom, nem a film hibája, de én nem értem azt a filmet. Mert én sok mindent értek. Most nem tudom, hogy a véleményed. Nem tudom, tehát eleve vannak benne olyan dolgok, tehát igen, tehát ott játszva az idővel és a visszafordítható idővel, az nekem valóban egy kicsikét sok volt. De mindig rétegeli, mert ugye ott volt, ahogy beszéltük, akkor ugye a csillagok között időutazás, a fantasztikus, hogy igazából abból tényleg már csak egy alien hiányzott, és minden meg lett volna. Ott volt ugye az eredet, ami megint pillanat közben én is statisztáskodok, ott volt az eredet például, ami szintén egy ilyen álom az álomban, tehát az is elrugaszkodott a valóságtól, és akkor a Tenettel szerintem ő már túl, eldőlt a dominó, nekem ott nőrt el egy picit ez. Nem, magas volt megint a mérce, érted? Mert az álom az álomban, tudod? Tehát, hogy meddig lehet ezt vinni, és akkor utána jön még, ez jó egyébként. Jó lesz? És utána valamit még ki kell találni, ami... Bocsánat. És akkor mi legyen, játszunk megint az idővel. Igen, igen. Hát jogos. Ugye a Dunkirk-öt írja a Tomi is, hogy az a leglaposabb filmje. Ugye az a háborús cucc, azt én nem láttam, megmondom őszintén. Valahogy ezeket a háborús filmeket amúgy sem, most független Nolan-től sem annyira szeretem. Nagyon kevés van Ellenség a kapuknál, amit nagyon szerettem Ryan közlegény, de a többit úgy annyira nem. De az valóban nem volt egy kiemelkedő az ő skálájában, szerintem. Azért nem szeretnék... Tehát nekem mindig az a véleményem, hogy minden kategóriát a saját szintjén kell kezelni. Nem szabad a Dunkirk-öt egy szuperhírós filmhez hasonlítani. Nyilván, mint ahogy az Oppenheimer se, mert az megint egy másik. Nolan-től megint egy új történet volt. Igen, Oppenheimernél is. Egyébként, hogy a Oppenheimer, hallottad az Oscar-díj jelöléseket? Nem, még. Nem? De ami nagyon érdekes, hogy ezek már nem a végleges listák, hanem még csak a nem, de az már biztos, lista. Igen, az már biztos, hogy Oppenheimert. Tomi, segíts ki egy picikét. Tomi, dolgozzá. Nem CGI, hanem milyen trükk ez? Technikai trükk kategóriában nem jelölték például. Nem ez a kategória elnevezése. A látvány, mondod, vagyis a... Igen. Aha. Ami nagyon-nagyon meglepő ilyen szempontból. Cillian Murphy-t jelölték? Nem tudom, most ne hozzá kellemetlen helyzetben. Egyből Erik is kérdezte, Cillian Murphy-t lesz az Oscar-osok között. Hát, ha valaki, ő adja, és most megint elrugaszkodtunk a Batman-ről, de mégsem van, hogy a Cillian Murphy is játszik benne. Oké, de Nolan-ről beszélünk még mindig. Cillian Murphy ugye Nolan-nek a filmjeiben végig-végig statiszta, jobb esetben egy kiemelt mellékszereplő volt, de mindig úgy ott volt, ha megnézed, ott volt az eredetben. Ott volt a Batman trilógiában, mint madár ijesztő, mindig ott volt egy picit, és nem hiszem, hogy bárki számított volna arra, hogy ekkora óriásit alakít Oppenheimerként. Tehát ő, és most, hogyha visszatérünk oda, hogy mondja a K-kategóriás színészt, ő szerintem felugrott erre az emeletre szerintem bőven most így az Oppenheimerrel. Tehát itt meg tudtam mutatni valóban, hogy nem csak kétmondatos, meg nem csak előbb bújok és mondok valamit, hanem tényleg a hátán elvitt egy... közel 3 órás, vagy több mint 3 órás filmet. Nagyon zseni a csávú. Tehát például őt nagyon szeretem, hogy állandóan alkalmazza gyakorlatilag Nolan, sok más színész mellett, és ugye hát ilyen volt neki Michael Caine, aki szintén mindig ott volt, DiCaprio-t is azért meghúzgálta párszor. Tehát azért mondom, hogy jó, Nolan nagyon szeretem egyébként, és valahol hű az elveihez, kikacsingat a műfajokban, mondom még egyszer, és az eredeti kérdésre vissza is kanyarodok, nekem a Batman trilógia egy picit kakukktojás valóban az ő életművében, de nagyon jól sült el.
Igen, és hogyha most arról beszélünk, akkor megint a Dunkirkkel kapcsolatban, tehát az egy történelmi film, ott megint csak nem lehet eldrugaszkodni az eredet történettől, mert bocsánat, tehát a történelmi tényektől, ott megint csak valami olyasmit kell belevinni, ami ugye egy... ami nem rugaszkodik el. Mm-hmm. Tehát hiába emelsz ki egy embert, nem emelheted olyan szintre, amilyen ő nem volt, mert utána megint neked esnek, mintha a Napóleont rendeztél volna, és köze nincs a történelmi tényekhez. Tehát a Dunkirk látványilag, meg érdekességileg ott volt, de... Láttad amúgy? Persze, hogyne. Én nem láttam, tehát azért vagyok csinálni. Nem, hát ezért ritkán szoktam úgy beszélni valamiről, hogy nem látom, én... akkor azt elmondom. 89-es adást csináltunk végig a podcast műsorban. Igen. De ez is igaz, hogy például abból is néhány jelenet van meg, és ez azért sokat elárul. És nem, akkor, nem tapad hogyha... meg annyira akkor. Nem. Megvannak, és azt is moziba láttam, tehát még azt sem tudom mondani, hogy azért nem maradt meg, mert mit tudom én a... nem tudom, telefonon vagy a laptopon, amin néztem, az kicsi volt. Nem, egyszerűen megvan néhány jelenet, és sőt, még a kritikákat is olvastam, hogy ki van emelve egy-egy rész, hogy úristen, ott nem tudom hány száz hajó egyszerre, és hogy az hogy csinál, és hogy nagyon... És így két napig még az ember fejében van, és tovább is lép. És igen, ha már a Nolan filmekről beszélünk, már pedig erről beszélünk, akkor a sötét lovakról, a sötét lovak, de nem, megint csak, nem véletlenül. Nem. Egy picikét, de nagyon szeretnék. És akkor most figyelj a kérdésre. Neked a sötét lovag ott van-e? Azt ugye elmondtad, hogy nincs a top 2, hát top 5. Nyilván nem, de hol van? Na, de akkor legalább a Nolan filmek között. Ott. A top 3-ban benne van? A top 3-ban nincs. De... Tehát, hogy mondjam neked, nem a Tenet mellé teszem, mert tehát a Tenetet nem szeretem, kimondom, a Dunkirköt nem ismerem, de amikor azt mondod, hogy Nolan, akkor nyilván nekem a tökéletes nők csillagok között az mindig a best of, de emellé már az eredet felé feljön. Nekem az eredet nem volt annyira bejövős egyébként. Nekem az eredet alaptörténeten nagyon jó volt, csak igen, valahogy csak ott is azt éreztem, hogy túl lett gabait. Mikor a macska elkezd játszani a fonallal, és a végén már így, a macska is bele van tekeredve, nekem az eredet az az. De egyébként meg tök jó az alapkoncepciója, ez az elmélet, ez az álom az álomban, tök jól működött, Matrix tovább fújva, de igen, tehát nekem ott igen. Én úgy gondolom, ha nem is az első háromban, az első négyedben biztos, hogy egyben a sötét lovag, mert még egyszer mondom, nekem a trilógiából a sötét lovag tetszett a legjobban, a Felemelkedés a másik, és nekem a Begins a harmadik. Nyilván nekem ilyen hülyes sorrendem van, de mondom, én a Beginset nem tudom magamévá tenni. Jó, és hogyha más Batman filmekről beszélünk, vagy akkor beszélünk Sunnyról. Neked milyen Batman emlékeid vannak, hogyha az eredetet veszünk? Hát ha megnézzük a Batman-t, ugye a Michael Keaton-féle Tim Burton által rendezett Batman-t, ami akkor egy nagy robbanás volt, mert ott sokáig nem volt Batman adaptáció. Emlékszem rá, kölyök voltam a TV-spotok. Én vagyok Batman. Ó, de nevérem be. Még így duplán fordították, még ilyen nagyon durva. És nekem nagyon-nagyon tetszett, én imádtam a filmet is, és meg lehet kövezni, ezt beszéltük Tomival is, ő is kimerte mondani, hogy neki a harmadik, negyedik film is szórakoztató volt a Schumacher-féle Batmanek, amik ugyanagy bukták lettek a Mindörökké Batman és a Batman és Robin is. Nekem az a négy részes, és egyik nem véletlen van meg ott díszdobozban a kis polcomon, nekem az a négy rész az volt a Batman. Mert az ugye hozta a kis színes, habos-babos, a kis, ugye az első rész egy kicsit még dark, hát nyilván Tim Burton, az így adta elő, jött a Batman Returns, ugye, hát ott mondjuk, az tényleg dark, mert ott szerintem ott láttunk először embert valóban meghalni is, nagyon durva volt, utána ugye jött ez a színesített változat, amikor már jött a két arc, meg Jim Carrey, meg stb. Meg minden, nekem az is működött. Ahhoz képest a Nolan-féle trilógia ég és föld, tehát nem Batman a kettő, tehát, de nagyon zseni, attól függetlenül. Erre akartanak rávezetni egyébként. Tehát nekem Batman, hogyha most időben el kell helyezni, vagy helyszínbe el kell helyezni, akkor Gotham, uh-huh, egy képzeletbeli városról beszélünk, illetve nincsen meghatározva sehol, de úgy, ahogy nézett, tehát 60-as, 70-es évek körülbelüli. Amúgy igen. Egy picit még átlóg a 20-as, 30-as évek szelleme,
hogyha egy picit jobban belemészünk, a Gedem sorozat, amit nagyon ajánlok igen. mindenkinek, egy kicsit az a maffia korszak, a Szesztilalom utáni kis, ott pontosan. Már belenyúlkál, de valóban az 50-es, 60-as években ki van kicsúcsosodva ez a korszak talán. Így van. Nyilván és... az, hogy most ezt modernizálták, az egy dolog, hogy beültetik a mai korba, de egyébként valóban a Batman sztori az oda ültethető be, szerintem is. Most nem akarok párhuzamot vonni a Supermannel, ahol ugyanezt eljátszák. Igen, jó, igen. De nyilván itt arról van szó, hogy ugye az eredet történet, ugye, ahogy említettük már ugye a képregényeket, az akkoriban játszódik, vagy legalábbis oda tudjuk datálni, ahogy látjuk a öltözékeket, az autókat, a technológiát gyakorlatilag. Hát de... mennyire elrugaszkodik például itt már a Nolan-féle dolog, ahol gyakorlatilag látszik, hogy most nyilván meglátnál egy ilyen Batmobilt az utcán, megnéznéd, de azért, hát, hogy nem vágnád magad hanyat egy olyan autóhoz képest, ami mondjuk a Keaton-féle filmekben van, ahol már egy kis szárnya van, meg tűz jön ki hátul, és hasonló dolgok. Tehát az nagyon... meseszerűbb volt. Ezt a szót kerestem. Az a négy rész, az volt a mese. A Nolan-féle pedig az... ha most egy picikét, jó, vegyünk el belőle, de egy picikét olyan, mintha valóságban játszódna. Most akár a Sötét lovagot, ha megnézed, abban effektíve semmi olyan nincs, ami ne játszódhatna a valóságban. Sőt, rengeteg olyan jelenet van, ahol szinte, de komolyan mondom, szinte viccesen hat Batman, ahogy ott áll a denevér ruhájába, a latexbe, miközben mindenki mellette tök normális, és egy... olyan, mint hogyha Halloween-re készülne, vagy nem is tudom. És Tomi, lehet gyűlölni fogsz, de gáz, hogy nekem csak most jutott eszembe, hogy volt egy Robert Pattinson féle Batman is. Hát én most akartam rá, nem volt. Eszembe az... nem jutott eddig a pillanatig. Oké, okay, de nem, nem, és ezt erre akartalak rávezetni. És akkor eljutottunk arra a nagyon sötét időszakra. Hát az nagyon. Ahol egy vámpír lesz a denevéremben. Hát nyilván, igen, így áthallásban, igen. Nem, hát... de nem, figyelj, Pattinson felvette ezt a karaktert, nem vette fel ezt a karaktert, de a Pattinson féle Batman szerintem abszolút ugyanazt a karaktert vette elő. Tehát ez ilyen tök hideg, leszarom stílus. Úgy igen. Ez ilyen szempontból megint egy másik megközelítése az egész Batmannek. És beszéltünk a tapadásról, ugye beszéltünk arról, mi az a film, ami megtapad. Na nekem ez a film nemhogy nem tapadt meg, ez már akkor buborék volt, mikor néztem. Tehát olyan szinten elszállt, és egy ruhat jelenetet nem tudnék felidézni a Pattinson féléből. Tudod, milyen cikő, hogy most én sem. Pedig én végignéztem. De én gondolkodtam azon, hogy nyilván ez is szóba fog jönni, de most ha nagyon őszinte akarok lenni. Nincs meg egy ruhat jelenet se. Nincs meg egy se. Arra emlékszem, hogy ilyen rohadt dark az egész. Tehát, hogy nagyon sötét, a hangulata is nagyon sötét. Egy olyan emlékszik, hogy valami aluljáró vagy metroállomásban bűnöztek a kölykök, és akkor egyszer elsötétedik a kép, és ilyen bruttó 40 percig lépked valaki a sötétből, és kijön Pattinson, és röhögöt kaptam. Ennyire emlékszem. Oké, gyerekek, meg kell nézni a Pattinson féle Batman. Nem. Kell. Na mindegy. De egyébként, és akkor még csak említsük meg, hogy a DCEU, ugye a DCEU-nak ugye most ez a Batman vonala, ugye a Ben Affleck féle vonal, az nekem megint jobban leült. Az jó volt, aranyos volt, az tényleg abban a fantasy, az tényleg az a képregény téma. Oké, okay, csak nekem Ben Affleckkel van ilyen szempontból. Bajom. Szerintem ő nagyon jó hozta azt a már kiöregedő, kicsit depressziós korszakát. Tehát Ben Afflecket nem szeretem, ezt tegyük azért tisztába. Nekem semmi bajom vele, de nem tudok elrugaszkodni attól, hogy ő nem Batman. Érted? Tehát nem Batman, de Bruce Wayne. Szerintem. Tehát az a beborult, már életunt, már tudta az összes nőt, aki létezik, már túl van mindenen, mindenem megvan, és már csak ott ül és néz a semmibe, nekem Bruce Wayne-ként talán az egyik leghitelesebb Batman volt. Batmanként nem. Oké, okay, Batmanként nem, de Bruce Wayne-ként nekem nagyon működött benne. Hát és látod, a Bruce Wayne karakter is ilyen szempontból, milyen karakter fejlődésen vagy evolúción megy keresztül, hogy itt megint, tehát a Dark Knight-ban megint megjelenik az, hogy mondd már meg, tényleg egy multimilliárdos mi ő? Playboy. Playboynak. Miért mit kell? Tehát ugye kellett valami, amivel hogy ő kihúzza magát, és hogy ő elmehessen a jaktjára, és hogy mit csinál ő Hongkongban, ugye? De miért kell neki megmagyarázni azt, hogy
menni akar Hongkongba. Vagy hogy egyáltalán hol van. Igen, miközben bárhol lehet, bármikor, mert mindig, tehát őnek itt egy gombnyomás, és még felkesei az a bankszámlája, tehát nyilván az ő lehetőségei végtelenek. De és akkor gyakorlatilag neki még kellett valami alibi, hogy ő éppen ugye megszüktette az orosz balettáncos nőt. Utána meg megjelenik két másik. Egyébként még egy előnyét mondanék a Christopher Nolan-féle trilógiának, hogy a Batman tudva levőleg nem az a szuperhős, akinek szuperereje van. És talán a négy részes régében azért ott kicsit meseszerű volt, kicsit talán többet tudott, mint mondjuk tudnia kellett volna Batmannek, viszont a Christopher Nolan-féle trilógiában azért ez jól érzékeltetve volt, hogy ő tényleg az eszközöknek köszönhette azt, amit tudott, meg a saját harckép vizettségének, tehát ott nem volt az a nagy repkedés, igen, nem volt az az irreális, fogok egy zsinort, azt átrepülöm vele négyszer a földet körbe, hanem ott tényleg azért úgy földhöz ragadtabb volt jóval. Igen, és éppen a kisfiammal beszélgettünk erről, hogy Batman igazából nem az a tipikus szuperhős, tehát ő egy gazdag ember, ugye? Melyik rész? Talán pont a Ben Affleckesben volt egy ilyen, hogy neked mi a szuperképességed? Hát én gazdag vagyok. Gazdag vagyok, így van. És ennyi, és kész. És akkor itt még megvettem a bankot, emlékszem, hogy a Mártáiknak a háza, hogy megsikrök megbeszélni a bankkal, megvettem a bankot. De itt ugyanez van, tehát hogy összetoljunk két asztalt, hülye vagy az enyém az étterem. Blanka, hol vagy, drágám? Írjál már valamit, már Erik is hiányol, meg én is. Mi van veled? Elfogyott az éjjel gyerekek. Blanka, itt van, már nem ír. Már mióta nem ír. Na, hol tartunk? Hát térjünk vissza akkor még mindig a sötét lovagra, ugye... De igen, az a téma, elfelejtettem. Eleve maga a sztori egy picit, hogy ugye a Batman Begins-ben, ha jól emlékszem, és javítsatok el, nem így van, ott velő is vezették talán egy Joker kártyával, lappal, vagy egy üzenettel, hogy valószínűleg a folytatásban meg is kapjuk Jokert. Tehát mindenki várta, tudta, hogy mit fogunk kapni. Na most meg is kaptuk. Ennyi. Nem, ez egy jó, igen. Szépen levíted a hangsúlyt. Szóval viszont a Dark Knight-ban meg... Hogy lett a Dark Knight-nak? Hát ott ugye Batman, mint száműzött, elhagyom a várost, ahogy Pataki Attila énekelt annó, és ugye ott gyakorlatilag egy kicsit önfeláldozóan a vállára vette két arcnak, vagyis Harley Dennek a bűneit, hogy így mondjam. Igen, így van, aki egyébként egy tök tisztességes államférfi volt, ügyész talán, egy tisztességes államügyész volt, aki nyilván annak köszönhetően, hogy meghalt a közös szerelmük, most már így mondom, a közös hiány, meg ugye lesérült a feje, tök jó CGI volt, imádtam, hogy így átlátszott, és ennek köszönhetően ő úgymond gonosz lett, viszont valahol tök szép... Így meg volt a karakterbe szerinted ez a... Nem volt indokolt egyébként ez a párfordulás, de valahogy elő kell csalni. Tehát én valahogy nem értettem ezt az egészet. Jó, oké, meg. Igen, mert addig a tisztesség mint a képe volt. Tehát nem az, hogy igen, csak egy tisztességes valaki, hanem ő ki is volt hangsúlyozva, hogy ő mennyire korrupció ellenes meg. De most, ahogy kimondtam, tudod, mitől félek? Hogy pontosan azért, hogy ő bele volt bolondulva ebbe az érmébe, hogy az ő majd mindent eldönt helyette. Igen. És amikor Joker ugye a kezébe adta a fegyvert, és azt mondta, tessék, akkor lőjél le, vagy állj át az én oldalamra, ez is milyen, nem? Igen, ez itt vagyok a kórházban, nincs jobb dolgom, akkor átállok. Tehát igen, ez olyan... Tehát, hogy nem azért állok. Éles át, volt a motiváció nagyon. Tehát ilyen megmagyarázhatatlan volt ez a hirtelen párfordulás nyilván. Ez valóban így van egyébként. Tehát nekem ez furcsa volt. És hogyha arról beszélünk, hogy mennyi mindent és túl sok mindent zsúfoltak bele ebbe a több mint két órába, akkor miért nem lehetett ezt egy picit jobban felépíteni? Igen, az megérdemelte volna a film egyébként. És akkor tovább víve a gondolatot, viszont a sötét lovakba igen, majd ott lesz, ha kell, és majd hívjuk, de közben meg szétvertük a hívják. Most már nem kell, mert köcsök volt. Most már nem kell, nem, mert ki tudja, de azt se értettem egyébként, mert mit csinált? Tehát miért volt ő gonosz? Az a baj, hogy furcsa, hogy ez csak nekünk ilyen kis nagyon mikrokörnyezetben magyarázta meg, tehát effektíve Kovács Lajos, aki otthon a fényes udvarba ül a kis paneljébe, ő ebből szart az egészre magyarul, mert ő azt se tudta, hogy nem volt, meg azt se tudta, hogy gonosz lett. Tehát ő annyira, ezt csak mi kaptuk meg abba a kis pici kameraállásba, hogy ugye Harvey Dent meg ugye túlszul ejtette ugye Gordonnak a családját, de amúgy kiderült, hogy nem is akarta őket megölni, mert ugye egy olyan érme volt nála, ami ugye mind a két oldala megmenekülés lett volna, nyilván ezt csak akkor tudtuk meg, miután már meg lett ölve. De maga ez az erkölcsi győzelme ugye Bruce Wayne-nek, hogy akkor én magamra vállalom,
ne hagyjuk befeketetni Harvey Dentnek a nevét, amúgy meg a kutya nem tudta, tényleg a lőtéri kutya nem tudta volna, hogy mi történt, nem, amúgy ebben igazad van. Senki nem volt ott. És akkor Gordon de mondom, tehát hogy miért lett ő gonosz, nekem már az se volt teljesen egyértelmű, mert hogy nem volt az olyan szépen felvezetve, utána, amit harcolt mondtál, egy Joker ellen, aki bement hozzá a kórházba, miután lesült a bőr a képéről. Ezt megérdemeltem, nem? Igen, lesült a bőr a képéről, és utána bejött Joker, hogy eddig erre nem voltál, most leszünk haverok, fej vagy írás, leszünk. Legyünk, szóval. Ennyi tudod mi? Gonosz leszek. Gonosz leszek, ennyi van, de tényleg ennyi történt. Furcsa. Rendező úr, valami nem jó. Ezt egyébként most így nem, nekem ez nem élesedett ki ennyire, de most, hogy felhoztad egyébként, ez tényleg egy érdekes De én meg volt. Tegnap megnéztem még egyszer, érted? Tehát nem az van, hogy nekem és most kiesett valami. Meg. Nem, ez nem egy olyan tehén. Téverés Sunny, akkor már az érme egyik fele meg volt roncsolódva, ezért ezt a negatív eredményt, akkor vissza van mondva, piros pontom Zsolti. Akkor hol volt az a jelenet, amikor megnézték az érmét, és mind a két oldal rendben volt? Amikor a csaj... Lehet, nem is abban a filmben volt, minden. Nem, a csaja Montos így döntöd el, és akkor mutatta, hogy a másik is az. Tehát ő lazán nem... kinyírta volna Gordon családját, mondjuk el akarunk kiukadni? Én erre például kíváncsi vagyok. Én ezt nem tudom elképzelni. És ez mert ott egy ártatlan napon... téma volt. Tehát nem magát Gordon ejtette túlszul, azért most érted? Tehát Jigsaw is jó fej volt, azért nem az ártatlanokat bántotta. De, és ott volt, az, és ott volt egy... De hogy torzult? És eleve ott volt, és őszintén már nem említett tegnap, mikor újra nézem, én már nem emlékeztem pontosan, hogy van ennek a vége, és oda tartja a fegyvert a gyerekhez, és még mondja is Gordon, hogy ne, a családomra ne fogjál már fegyvert, ember. Ez világos Zsolti összenvedést akart okozni Gordonnak, de megtette el volna. És azt mondta, hogy nem, az kell bűnhődjön, aki a legtöbb rosszat tette. És én azt hittem, hogy akkor ott fejbe lövi magát. Na Tomi írja, hogy bocs, de nem áll Joker mellé, azokra ment rá, akik őket felelősnek vélt a nő halála miatt. Az meg Joker volt, felelős basszus. Hát most Batman azért volt felelős, mert amúgy a nőt akarta megmenteni, azt helyette meg őt mentette meg. De egyébként meg... Tehát miben volt Batman felelős a nő halála miatt? Csak kérdezem. Azért, mert rossz helyre ment, de hát igazából meg Joker mondta, hogy ott van a nő. Vagy őt, ments meg, vagy a másikat is. Egyébként akkor meg miért nem a rendőrök, akik szintén elindultak a csajt megmenteni, vagy bárkit megmenteni. Ne menjünk ennyire bele, mert szerintem, ahogy látjátok, vannak itt kérdések. Ezt már Nolan nem megbeszéljük, fejjük madásra. Várjál, jó, oké. Nolika, figyelj már. Jó, na, szóval érdekes, ennyire ebben nem... Most mit mozogtál? Nem, ahogy, jó, az a gyerekek Apple Watch reklám, ha ülök egy helyben is, olyan szépen megdicsérget, hogy milyen szépen mozgok. Olyan szépen megmozgatta a farát. Hogy... Rendőrök közül is kinyírt egy párat, Batman közbelépése miatt ez nem derült ki, Batman esetében lőtt. Érdekes, mondom, ez a két arc jellem, ez nekem is érdekes volt. Ebben nekem jobban tetszett Tommy Lee Jones. A gumifej. A jó kis ripacs hát meg... játék. Na látod, pont ez a lényeg Heath Ledgernek. Ott nem volt kérdés, ott tudtad, hogy mi fog következni, meg volt a karakter. A két arc viszont, hogy ugye Two-Face, ez pont arról szól, hogy megvan minden, attól függ, hogy merről nézi, megvan benne mind a két hülyeség, meg gonoszság és jóság is. Mm. És ez is nekem... Most gondolkodom a képregény. Tehát az, hogyha valaki ismeri az eredet történetet, akkor mondja már meg nekem, hogy ő akkor most gonosz vagy nem gonosz. Mert én úgy tudom, hogy ő miután megsérül, és miután már két arc lesz, ő már onnan gonosz. A két hát arc... Nem. Összes feldolgozásban is, mint fő ellenség, mint gonosz. De full gonosz. Full gonosz. Tehát ott teljesen meghal a főgyészi mi voltja. Uh-huh. Tehát ő full gonosz, és a két arc az abból áll, hogy gyakorlatilag egy érmével dönti el, hogy te életben maradsz, vagy nem. És viszont az jó volt az a jelenet, mikor azt mondja, hogy akkor döntsön az érme, hogy életben maradsz, vagy nem. Feldobja, szerencséd van. Megint feldobja, viszont a sofőrödnek nem. Ja, igen, az nagyon a sofőrödnek nem, igen. De egyébként valamelyik filmben ezt lenyúlták, mert volt még egy ilyen film a... Nem Vének való vidékben? Ilyen Nem Vének való vidékben is volt egy ilyen érmefeldobós élsz vagy halsz sztori, ugye? Valami rémlik, de... Mint hogy abban is a végén a nőt is valahogy így döntötte el, és a nő is most egy bézérbe fogja elnönteni, hogy meghalok-e vagy nem.
valami, abba, igen, az érmést, abba volt, mikor a Borba is bemegy. Még Radics Petit csinált is egy ilyen fideszes paródiát belőle. Az nagyon kemény. Na, az, az volt, az. Fú, fideszes az vagy, nem? Fideszes. Gyerekek, Radics Petit nézzétek meg állat. Na, mindent összevetve egyébként nem nagyon emeltük ide Aaron Eckhart színészi játékát is egyébként tudom. Én szeretem őt egyébként, már ez most nem egy ilyen coming out volt, hanem ezen már túl vagyunk. Nem túl sok szerepben láttam őt, megmondom őszintén, nekem az egyik kedvenc katasztrófa filmem a Mag. És ugye abban főszereplő volt, szerintem abban is zseniálisan alakított, de szerintem a Harvey Dent karaktert is nagyon jól hozta, és erre a szerepre sem ő volt kinézve, hanem itt is egy ilyen casting húzás volt, ami ő mellett. Ez azért mennyire furcsa, nem, hogy milliókat költenek arra, hogy castingoljanak, meg hogy bemegy több száz, több ezer embert megmozgatnak azért, hogy valaki legyen, közben meg lehet, hogy régen el van döntve, hogy ez vagy az lesz egy-egy filmnek a fő, vagy mellékszereplője. És a múltkor téma volt egyébként, hogy még ezt az oldalát is közelítsük meg, például Peték kérdezték, hogy mi a franc kerül egy filmbe, ennyi pénzbe. Jó, ugye itt azért, amikor levezetik, hogy csak mennyi kosztümöt kell megcsinálni. Jó, de ebben most nem menjünk bele, mert tudom, ez butaság volt. Tudom, most ez egy másik kérdés, de az, hogy belegondolsz, hogy akár egy ilyen filmnek, és ez 200 millió dollár körül volt a költségvetése ezeknek, hogy azért belegondolsz, hogy hány forgatási nap már eleve, ott nyilván az étkeztetés, most abban nem menjünk bele, de tényleg, hogy nem is tudom, a harmadik résznél írták, hogy valami 50 különböző cuccot csináltak Batmannek, külön a futáshoz, külön a sétához, külön a piséhez, kakához, mindenhez külön cucca volt, és hogy ezek is olyan anyagból készültek, amik valóban ilyen hiteles űrtechnológiás, tehát nem ez a H&M-ből vagy honnan kihozott ilyen ruhából összevart cucc, hanem hát csak ez. Nézd, például a tervezési díjak. Én ide most, én ugye a színházban dolgozom. Most volt egy olyan... Akkor te egy kultúrál gyerek vagy. Nagyon. Egy tervelfogadás. Csak azt képzeljétek el, hogy például egy színházi előadásnak a kosztümei, tehát egy sima debreceni színházi előadás, nem sok szereplő, csak 11 szereplő van benne, csak a ruhák, amiket fölvesznek, 3,5 millió forint. Tudom már engem, miért nem hívnak színészkedni. A textil részvények így ugranának meg. De ez, hogyha, és akkor képzeljétek el egy filmet, vagy egy nagy filmet, és akkor nem beszélünk kosztümös filmről, vagy ne beszélünk történelmi filmről, ahová már minden ruhát újra kell gyártani. Hát, mert nyilván itt megvan egy forgatási napló, tehát hogy hány forgatási nap, mikor, amit terveznek, és ezt nem tudom, olvastad, de hogy a Sötét Lovag első 4 vagy 5 forgatási napján nem vettek fel egy jelenetet se, ugyanis Nolan egy moziszobában leültette a színészeket, és végignézett a 6-7 vagy 8 filmet, köztük a Batman Begins-t is végig kellett nézni, de az ilyen Mechanikus narancs, az Aranypolgár, egy csomó ilyen klasszikus filmet végig kellett nézniük, hogy ezek a filmek azok, amik rávezetik a pszichét erre a témára, és ez hát volt az első 4 forgatási nap, vagy 5. De hát, ha belegondolsz, azért Nolan tényleg az az emberke, aki belemegy a részletekbe, és nem csak zseni. Tehát ez nem kérdés, hogy szerintem korunk egyik legnagyobb rendezője, továbbra is tartom ezt. És hogyha valamit nagyon komolyan akarsz csinálni, akkor tényleg ezeknek az információknak a birtokába kell legyél. És ugyanaz, hogy lássa, illetve tudja, illetve ki erőszakolja belőle azokat a akár érzéseket, vagy azokat a történeteket, amik valóban rávezetik arra őket, hogy könnyebben megértsék, feldolgozzák ezeket a karaktereket, igen, sztorikat, tehát ez kell hozzá. Zseni, tényleg zseni a csávó. Nem tudom, hogy nyugodtan. Norbi megy kaksi... Nem megy kaksizni. Na, én sem tudom, mit csinál, de megnézem, figyelem. Na, de tényleg így belegondolva, olyan érdekes volt egyébként, hogy én nem is tudtam, hogy ez tényleg trilógiának készül, vagy hogy még terveztek hozzá folytatást, mert annó felmerültek ilyenek, hogy ők ezt tovább akarják majd görgetni, de talán ez a Igazságligája vonal le is toppolta ezt, vagy Nolan akart ezzel még foglalkozni egyáltalán amúgy? Mert hogy ebben még azért nagyon sok minden van, mert ugye ő nem hozta elő például a Pingvin karaktert, mert azt is pedzegette, hogy ő dolgozott volna ezzel a szállal is, hogy ez tervben volt-e, és csak emiatt nem, vagy abszolút véget vetettek ennek a trilógiával. Legjobb tudomásom szerint, ugye mivel épül a DC univerzum. Vagy hogy az azt toppolta le. Igen, meg hát hogy tudnád ezt elhelyezni? Nem tudom. És egyébként mellékvágányon, de tényleg ajánlanám valakinek, ha nincs éppen sorozat, amit nézne, a Gotham című sorozatot, ami annyiból kakuktojás, hogy az is úgy kezdődik, mint az összes többi Batman film, a kis Bruce Wayne sétál a színház vagy a mozi után a szüleivel, apát anyát kinyírják, csak ez a film itt meg is áll, nem ugrunk az időbe, hanem tényleg a gyerekkorát, illetve az összes
híres, negatív szereplőnek gyakorlatilag az eredet története, gyerekkora, fiatalkora. Hogy ismerkedik meg Wednesday-jel és hasonló. Így van. De egyébként tényleg Pingvintől kezdve tényleg mindenki ott van, a macskanőtől kezdve. Ott, mindenki, ott egy idő után azért ugrik, azt tudod. Hát nyilván a szemünk előtt kamaszodik a srác, mivel ez egy 5-6 év, tehát egy elég hosszú sorozat, és a szemünk előtt nő fel, de, nem, de csak az utolsó rész utolsó snitjében látjuk Batmant. Addig nem. Tehát ez tényleg, ha valaki eredet sztorit akar látni a Batmanből, akkor az a Gotham sorozat. Igen, de azért... De az egy maffia sorozat, na. Fákóniék, stb. Na, de zseni. De látod, nekem abban meg az nem tetszett, hogy az, amiről beszéltünk a 60, a 20-as évekből átvett alkohol, az egy kicsit az, az egy kicsit az. Igen, viszont picit modernebb környezetben. Szóval igen, ez, igen. Furcsa. Olyan, mintha a mai világban lenne egy elszigetelt Gotham, így van. Még meg a sziget, mert ott is van egy külön szigetrész, ami elfelejtett haladni a korral. Tehát modern, az eszközök, a fegyverek, a többi, az modern, de valahogy a környezet mégis úgy leragadta 20-as, 30-as években. Viszont ugye abban egy kicsit, ugye benne van a fantasy shop DC vonal, a Ra's al Ghul, ugye azért van benne mágia is, meg ilyenek, de nincs túl tolva. Szerintem egy tök jó sorozat egyébként. De mondjuk, hogyha meg belegondolsz, hogy például a Pingvin karakterébe, tehát ott is ugye, ott annak a története, meg ha jól emlékszem, az az volt, hogy az egy igazi ember volt, akit hát, gyerekkorában kidobtak, vagy nem tudom mi történt, és Pingvinek nevelték föl. Ehhez képest ugye már összenőttek az ujjai, és... Hát a Danny DeVito féle. Igen. Hát itt meg egy idióta volt, aki mindig a jóseget próbálta nyalni a maffia főnök között. Oké. Nem, most azt akarom mondani, hogy ha Nolan például ehhez akarna hozzányúlni, akkor ott megint valamit bele kellene vinni, mert ugye a főgonosz, tehát az ellenségek azért emberből kialakult, tehát emberek. De a Gotham sorozatban sem olyan a Pingvin. A Gotham sorozatban Oswald Cobblepot nem Pingvinek nevelték. Most... Tehát van egy ilyen száll lehetőség is, hogy sima mafiózóként teszik bele, aki mindig próbál jó helyre nyalni, mert ő gyakorlatilag onnan indult. Oké, csak most megint felmerül. Csak torz, kicsit agyilag. Felmerül ugyanaz a kérdés, amiről beszél, amit egy órával ezelőtt ugye fölhoztam, hogy mennyire lehet elrugaszkodni az eredet történettől. Tudod, tehát, hogy lehet-e, vagy nem. Itt, mikor azt mondod, hogy egy sorozat, akkor, ahogy te is mondtad, belenyúlnak, átalakítják, varázslatot belevisznek, stb. Hát érdekes, mert ugye a Danny DeVito, ahogy te is mondtad, összenőttek az ujjai, mondjuk attól, hogy a Pingvinek nevelnek fel, nem fognak az ujjaid összenőni, azért ezt így biológiailag szerintem ezt tudom cáfolni. Ott egy kicsit megint meseszerű volt, ugye ezt beszéltük is, hogy maga az a filmsorozat egy mese volt. Hát az, hogy eleve Pingvinek nevelik fel, még azt talán bele is, csak hogy képzelném el, hogyha mondjuk Nolan behozna egy Pingvin karaktert, hogy egy eleve melyik életkorában hozná be, igen, szakaszban. Igen. Tehát vagy ugye most az új Batman, ami nekem nincs, de ugye abban a Pingvin konkrétan egy spin-offot kap, mint sorozatot. Tehát ott megint egy jó megtervett mafiózó. Ott sincs arról szó, hogy ő Pingvinek nevelték. Tehát ez a Pingvinek nevelték Pingvint, az csak és kizárólag a Tim Burton féle filmben volt így. Mármint ezek közül. Oké, de hogyha már itt tartunk Tim Burton, akkor Arnold Schwarzenegger. Igen. Tehát azért benne van. Hát ő Viktor. Erről beszélek. Tehát, hogy azért Finch. Most azért újra látnád egy Nolan-féle rendezésben? Nem. Hát ő megint a mese. Viszont a Gotham-ben szintén van Viktor Finch, szintén benne van Mr. Fogg. Ott már kicsit meseszerűbben, de ott azért realisztikusabban ábrázolva maga az a karakter is. Tehát ott azért úgy tényleg ott is meg volt a kis fagyasztás, meg a kis műhúság, de ott, ha megnézed, tényleg a földhöz ragadtam jóval az is. No, mindegy, egyébként egy szórakoztató sorozat, most nem azt mondtam, hogy a szerves részét kell, hogy képezze a Batman kultúránknak, de amúgy egy tök jó kiegészítő hozzá. Már Batmanről beszélünk. Ha már Batman. Igen. Hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka, nagyon szerettem, és a hajnal közelek, Harvey Dent, a hajnal előtt halmog az éjszaka. Igen, ez a nagy idézet. És akkor eljutottunk ugye a film végéhez, amit fejtegettünk most egy fél órán keresztül, hogy nem biztos, hogy a kis mikrokörnyezeten kívül bárki szempontjában volt jelentősége. Tényleg. Hát Erik. Beszélgettünk talán Taylor Swiftről. Anne Hathaway macskanőként feljebb van a listán, maradjunk ennyire. Halle Berry. Azt nem láttam. Az akkor a bukta film volt, hogy eszembe nem tudott, hogy megnézem bármikor is. Hát, na ez is olyan dolog. De az a Batman abba... macskanő volt, vagy az valami külön? Vagy egy táncosnő, aki macskának költözött. Én tényleg nem tudom, hogy az amúgy a Batman macskanő. Én nem tudom. Azt tudom, hogy állt rajta a ruha, az megvan, de hogy konkrétan... Anne Hathaway nagyon jó nézett ki. Igen, ő is. Jó, hát ő eleve már mint színésznő is, de egyiket rohadt jól nézett ki a Batman trilógiában. Az érmés dologról Anton Sigart, te tudod, hogy... Érmés dologról Anton
akárki jut eszembe. Azt nem vágom, Erik, hogy az... Ki ő, Erik? Ki az az Hunkor? Halleben is egy külön film. Én is így tudom, hogy az nem annyira a Batman éra része. Az a karakter, tehát az a macska nő, a macska nő, csak ilyen semmi köze semmi. Nevezünk spin-offnak, vagy akárminek, vagy tök mindegy mellékszállnak. Nekem se rémlik, hogy benne volt, de fekete macska nő. Tehát azért azt ne felejtsük el. Ja, már hogy fekete a kosztüm, de ott a nő is. Jó bőrbe van. Jó, hát Halle Berry amúgy nem volt rossz. Én tudod, Halle Berry 10 éve ismertem a Flintstone családba. Még voltál a Flintstone családba? Nem úgy. Ilyen öreg vagy. Ilyen öreg. Hát tudod, a John Goodman féle Flintstone meg család a Flintstone, és abban nem a Halle Berry. Hát ő volt a titkárnője a cégnél a főgonosznak, akit meg a Twin Peaks-es csávó alakított. Twin Peaks-e ki volt a főszereplő? Ő játszik a Showgirls-be, és ő játszott. Sarah, nem. Nem, a csávó. Segíts, Erik! Ja, akkor jól mondtuk, hát ő a... Nem vének való videókról beszéltünk, igen, az csak a karakter, nem tudtam, igen, ő is ilyen nézett. Hogy Anton... Hogy hívták, hogy hívják azt a színészt, a Twin Peaks-nek a főszereplője, meg Javier a... Javier Bard. Nem. És ő játszott a Flintstone-ba a Frédiéknek a főnökét a cégnél, és az ő titkárnője volt Halle Berry. Ilyen kis leopárdmintás ruhában, meg jó volt. Majd mutatok képeket, Norvikán, mindjárt. A Gótika nem rossz filmje Halle Berrynek, bár a vége nem tetszett, nem láttam, szerintem azt sem. Pedig azt nézd meg, az jó. Na, hölgyek urak, igazából ott tartunk, hogy Dark Knight, illetve trilógia, talán már említettük, vagy nem mondtuk, de a Debreceni Apollo moziban ma, holnap és holnap után este a trilógiát megnézhetitek eredeti nyelven. Szerintem most megy pont a Begins. Pont most megy a Begins. Aki minket néz, azt már azt nem. Ha már nem látja, már ne siessen, már nem fogja elérni. Viszont holnap a Sötét Lovak felemelkedés lesz. Nem, a Sötét Lovak lesz. A Sötét Lovak felemelkedés. Sziopszi! Hello! A legvégére ide értél. Na de majd visszanézheted. Sziasztok a kedve! Szóval holnap a Sötét Lovak. Aztán holnap után este 7 órától. Azt nem tudom, azt Tomi tudná megmondani. Azt, tudja, nyilván az a felemelkedés. Mozi, az Apollo mozi oldalát, ha megnézitek, a felemelkedés. Mondom még egyszer eredeti nyelven. Főleg a holnapi, hogyha valakit érdekel, a holnapi Heath Ledger-es, ugye Dark Knight-ot azért ajánlom nagyon, mert bár Stoll András nagyon jó szinkron színész, de ebben az esetben nagyon nem hiszem, hogy... Tehát igazából Heath Ledger annyit készült erre a szerepre, hogy nincs az a szinkron színész, aki ezt vissza tudná adni. Én láttam így is, úgy is, igen. Mind a kettőt ajánlom figyelmetekbe, nézzétek. És hogyha Sunny nem akar mondani semmit, mást... Figyeljetek, én megmondom őszintén, így összezár, hogy végülis részemről lezárva a témát, igazából... Én fogok még egy esélyt adni a Batman Biggisnek is, esküszöm meg fogom nézni egybe a trilógiát még egyszer, mert szerintem ez is az a film, mint Nolannek annyi filmje, hogy ezt is meg lehet nézni bármikor szerintem. Én a trilógiát nem. Az elsőt, harmadikat megnézem, a másodikat már. Pontosan, egy dolgot már nem akarod? Nem, elég volt. Annyira kibeszéltük most, hogy így be is sokartál, mi? Tényleg elég volt. Annyiszor láttad, vagy? Nem annyiszor, nem, hát szerintem háromszor láttam összesen, de pontosan az most, ahogy így összeszedtük a gondolatokat, és ahogy így felbukkannak ezek a kis apró részletek, kezd fölbosszantani, hogy miért nincsen jobban kidolgozva. És hogyha összegezni kell... Jó, igazad van egyébként, most egy kicsit rávilágítottunk azokra, amik számunkra hibák voltak, de mondjuk minden meg lett magyarázva, csak mi vagyunk a végig, azért ezt mondanám, csak mindegy. Zsolti, ne fog minket cseszni, azt most mondom. Nem, elfogadom, Zsolt. Figyelj, ez ugyanolyan történet, mint mikor egy, és bocsánat, hogy megint színházi példával jövök, mikor egy színházi előadást elmész és megnézel, és azt mondod, hogy hát ez annyira nem volt jó, meg kell nézni még egyszer, és most megint fölhozom akkor párhuzamnak a megfojtott virágokat. Megnéztem, gyerekek, és esküszöm, nagyon sokat néztem az órámat, és tudtam, hogy jó kell legyen, tudtam, hogy jó is DiCapriót, én imádom, több olyan nagy színész van benne, akit én nagyon szeretek, és rendezésileg is rendben volt, de Isten látja lelkem, én még egyszer 3 órát nem cseszek el az életemből azért, hogy megértsek egy történetszállat. Annyi film, annyi történet, annyi könyv, annyi színházi előadás van, nézzetek újat. Nem kell 3-szor, 4-szer, 5-ször újra nézni valamit, hogyha nem tetszett. Tehát attól nem lesz jobb, hogyha megnézitek még egyszer. Ez az én saját véleményem, és én ezzel lezárnám a
Sötét lovak felemelkedés. Egyben voltad, mi csináltál egy ilyen crossover. Jó, figyeljetek, nyilván jó a film, ettől függetlenül nem tudjuk ezt elvenni tőle. Nyilván nincs ott a hely a top 200, vagy a top 3-ban, a top 50-ben se. A top 250-ben azért még... Másodjára mondja, hogy nincs ott a top 200-ban. Még a top 250-ben is lehet, hogy gondolkodni kéne, hogyha mondjuk egy picit nekiülni, mondjuk egy hétig, és tényleg összeszednéd azokat a filmeket, amiknek ott a helye, lehet, hogy kicsúszna onnan is. Nem vagyok bele biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Én megint csak mondom, és utoljára, mert itt már nem, sokszor elmondtam. Nem, most egy nagyságrendet, de nem tudod, hogy még ez is kimarad, ez is, ez is, azt rájössz, hogy van. Oké, tesa, csak mindent a maga kategóriába helyezel, mert a Megfojtott virágok is teljesen jó film, én egy erős 6-ost adnék rá IMDb-n. 100-ból. és 7-est kapna például a Dark Knight. Na, Obsidian neki a top 20-25. Egyébként mi is ezt mondtuk, mi a, talán az első 50-ben még nem biztos, hogy beraknánk, így ahogy így első klikre mondtuk, de nyilván nem reális a harmadik hely, sehol, semmilyen szinten. Nem, ebbe egyezünk meg, Opszi, hogy a harmadik hely az nem reális. Mm. Onnastól kezdve meg azt hiszem, hogy onnastól. Mindenkinek a saját filmkultúrája határozza meg, hogy mit tesz első hely. És akkor most kövezzetek meg, mindenki iratkozzon le. Na. Az én csatornám. Erre mondják azt, hogy más a családnal tudjátok. Mindenki iratkozzon le az én... Az, nekem... Meglátom, hogy egy ember is iratkozik, Norbi. Nekem... Fel. Nekem a keresztapa sincs az első 25-ben. Ja, nincs. Egyáltalán nincs egyik sem. Elnézést kérek mindenkitől, aki... És ráadásul ott második az első, negyedik a második. Igen, tehát igen, ott olyan szinten, igen. Hát közel se gyerekek, persze. A Barbie World az ott van a top 10-ben. Ez, milyen ez Barbie egy... World? Barbie. Sima Barbie. Azt még mindig nem láttam. A sima Barbie. A sima Barbie-t. És a fekete Barbie-t. Jön már is. Igen? Na, hölgyek, urak, közeledik Kahácsony. Kahácsony. És ebből adódóan Szánének nem sokára születésnapja van. Júliusban, de egy picit csúszunk el, igen. Akkor nem olyan régen volt. Vagy én vagyok az Antikrisztus, vagy mire gondoltam? És ugye szeretném szerint megajándékozni, és gondoltam itt a 100 000-es tömeg előtt. Aztán, hogy mi is lenne nekem az ajándék. Nekem születésnapom tényleg, csak mondom. Tehát júliusban. Hogy júliusban van, de jön a karácsony, te. Majd. Bocsánat. És... Kivarakom nagyba. Ide teszem ezt, őt is, mert ő is itt van. Igen. Nincsen semmi más ilyen. Mire szeretnél? Mit tudom én, a tücskön kívül. Trombita. De az ilyen? Ez is pont elég. Nagyon jó, ez egy... És gondolkodtam rajta, hogy mit kéne venni Suninak, és ugye valami filmes történetre. Ezt így élőben, gyerekek. Zavarba hoz. Igen. Mi történt? És két ajándékot találtam Suninak, amiből az egyiket otthon felejtettem. Közben kérdezi Tomi, hogy nem akarunk-e páros belépőt holnapra kisorsolni, vagy kiosztani. Van egyáltalán debreceni a cseten? Ezt hadd kérdezzem meg. Tényleg, aki mondjuk, ha véletlen kapna páros belépőt a holnapi sötét lovagra az Apollo moziba, esetleg el is menne? Mert nem sorsolni kell, itt összetalálni kéne egy embert, aki itt van. Aki olyan szépen felvezettem volna az ajándékodat. De bocsánat, csak Tomi, nem akartam... Semmi gond, Tomi, oké, csak... Mert láttam, hogy valamiért szenvedsz, mondom, akkor én addig átveszem. De nem szenvedtem igazán, ja, azért szenvedtem, igen, valami mert ki... a másik ajándékodat azt majd nem nyilvános. Pont a nénit, pont a nénit. Majd behívom mindjárt. Szóval, ahogy mondani szoktam, egy picit, de nagyon. Most lenne ilyen megható zen alatt, akkor beraknám ilyen. Te tegyél be valami zenét. Valami filmes ajándékot szerettem volna, és... Ugye a közös, nem közös filmnézésének, közös film újra elevenítéseknek a sorát egy Ponyva regény című film vezeti, de én régebben, sok évvel ezelőtt kaptam egy ajándékot, ami nekem annyira tetszett, úgy döntöttem, hogy nem azt adom tovább. Hogy neked adom. Ezért, amikor kapsz egy üvegbort, és akkor egy két évben ugyanazt kapod vissza, mert körbe megy. Nálam ilyen probléma. Nem. Kedves Suni, fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Ezt te rajzoltad? Igen, én rajzoltam. A köszönöm, kicsit poros lett. Ezt bemutatjuk itt nagyba. Ez Ponyva regány. Tartod. Csillog nagyon? Na, nem. Jó, így nagyjából látszik. Cellufólia van rajta azért. Igen, azért nem csörgettem, mert azt hiszik, hogy AMSR stream, azt erre fognak elaludni. Na, tudod az mi az amúgy? Mikor ilyen mikrofon mellett így csinálnak ilyen hangot is. Van olyan kollégám, aki erre alszik el, csak mondom.
Hát is sok. Én az hangot is tudom produkálni, csak egész másképp. Na, szóval ilyet kaptam, köszönöm szépen. Na, a fóliát ez a Banán Joe és a, hát most ne adásból, mert megszakar a dobhártyája, hogyha valaki ezt podcasten hallgatja. Tényleg nagyon. Nem én festettem, tehát... Sejtettem. Akkor ez a Banán Joe és a Ponyvaregény Plusz Overnek a... Nem, ezt elmagyaráztam a fiamnak, és ez azért van, mert ugye a fegyver az rossz. Ne ez így van. Fegyvert. Melyik filmben cserélték ki CB-re a fegyvereket? Melyik film volt? És rendesen hivatalosan az újravágásba, az IT-be? Kiadták a feldolgozást, és a fegyvereket kicserélték CB-re, és a rendőrök CB rádiót fogtak, nem fegyvert. Segítsetek! Nem tudom, ez egy valid dolog, ez egy full valid dolog, és én röhögtem. Az IT-nek a 25 éves évfordulójára csinálták meg ezt a verziót. Fú, erre kíváncsi, hogy hátra csetem valaki utána tud nézni. Szóval ez is egy ilyen feldolgozás, csak itt banánnal. Mondjuk én belőlük kinézem, hogy ezzel is tudnak ölni, tehát lazán. Tényleg köszönöm szépen. Segítenék, ha tudnám a választ. Köszönjük szépen. Segítenék, de nem akarok. Nem, de tényleg. Na, ezt ki fogom rakni valahova. Keresünk neki valami szép hely. Zöld háttéret. Ezt akkor csodálkozom, hogy minden adásban benne van. Oda fel fogom tenni felülre. Felfúrjuk. Szóval, na mindegy, de van egy ilyen film, majd nézzetek utáni. Hölgyek, urak. Szipogok, mert Tomi írta, hogy szipogjak. Hatolj meg. Ilyen banános coming out után így... Használd, amire akarod, hoztam neked banánt is ki. Ja, az a másik ajánlát, hogy lesötétül a kép, és 10 perc vagy meg így, várjatok, nehéz leülni, mi? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mondunk a jövővel kapcsolatban, januárban a már beharangozott decemberi 7 lesz. És arról se tudunk még semmit mindig. De arról tudunk valamit, az év első 10 napjában lesz megcsinálva, 8-9 vagy 10-én, inkább 9 vagy 10-én. A lényeg, hogy többen, de tényleg többen jeleztétek, hogy a 7-et nagyon szeretitek, és hogy az Erik. Milyen jó lenne. Nem én mondunk. Csim, legalább a saját csatornán. A saját rajongóim. Anyám, nem is tudom, melyik szellapos a kordozatomája. Írtak levet a rajongóim, anyám. Igen. Szóval Hajdú Balázs. Na, szóval januárban 7-kel következünk, és meglepetés vendégekkel. Az egy nagyon érdekes adás lesz, ez már biztos. Ilyen sokat még nem készültünk adásra. Nem lesz annyira jó, mint amilyen sokat készülünk rá, de hogy érdekes. Zsolti készül, megígérem. Jobban, mint ma. Piros pontot elfogadom, hogy visszavonod. Leonardo DiCaprio legjobb filmje, a 7., szóval így van. Meg Ryan-nel karöltve Tom Hanks. Január 7-én nem, 9-10 vagy 11. 9-10 vagy 11. Igen, mert a következő héten vannak még szabad időpontok, de DK-val beszéltük, hogy valószínűleg ő meg akkor tudna jönni, vagy beszéltük, hogy DK januárban érkezik egy adásra, és én ma tudtam meg, hogy nem, hogy nem Debrecen, ugye nagyon messze lakik. És ugye, De még Ceglédi is ráadásul, és ugye egy amit messze. Amit nem lehetett volna elmondani. Ja, nem, hát ez nem olyan vészes adat, nyilván más már nem mondok el róla, de ettől függetlenül egy kicsit nehezebb lesz összehozni, mint gondoltam, de természetesen mindenképpen szeretném, ha őt vendégként helyet foglalna nálunk. Készül a következő szaniverzumos grafikával, azt mondta, az is kész lesz hamarosan, meg ma nagyon sokat beszélgettünk, és beavatott így pár kulisszatitokba a képszerkesztések, meg ilyenek terén, tehát még ezt a csatorna javára is tudjuk majd fordítani mindenképpen. Kossuth utca 30, kész, elmondta Zsolti, elmondott mindent. Próbáltuk titokba tartani, igen, nem jött össze. Szerinte Bunkó és Norbi ajándéka, azt majd megkapja, nem soká. Január 7-én, igen. Azt hiszed, csak te készült banánnal. Még nincs karácsony, gyerekek. Mindent a maga idején. Nincs karácsony, Kevin nélkül. Így van. Tényleg volt az a film. Most láttam valaki, és ezzel tényleg most már le is zárjuk. Mai Facebook mém. Figyeljetek, már volt az a film, hogy a gyereket otthon hagyták, annak mi volt a címe? Nyilván ez egy trollkodás, és egy csomó komoly komment. Az a reszkesetőbb tudok ott, nem? Ja, tényleg, de köszönöm. És valaki kiírta ezt, és annyian komolyan hitték, hogy ezt nem fogja tudni. Hát rengeteg, hát ezt nem tudod, amikor mi csináltuk ezt, mikor rendezvényünk volt. Nem tudjátok, hol lehet jegyet kapni arra a rendezvényre, tudod, ami melyik? Hát amelyik akkor lesz, és akkor millió egy kérdés is, hogy én utána néztem, és itt lehet a legjobb, tehát az ingyen rekláma. Nagyon jó. Nem tudjátok, hogy mikor lesz hogy az klasszikusok újra nézve, vagy mi? De január. De ezt még mi sem tudjuk. Januárban. Annyi biztos, hogy januárban. Mondjuk még ez sem biztos. Így, hogyha DK mondjuk beleszól, akkor lehet. Vagy így, vagy úgy, de megcsináljuk most már. A 7-et nagyon szeretnénk. Nyilván függ a srácoktól is, ha tudnak jönni, ha nem, akkor megbeszéljük. Jó, akkor, most is srácoktól. Megint nem tudják, miről van szó. Tehát ugye arról van szó, hogy még két emberként áll, vagy
fekszik az, hogy meg tudjuk csinálni azt az adást. Már azon is gondolkodtunk, hogy akkor nem is élő lesz, hogy egyszerűbb legyen, hogy tudjuk két kamerával, ugye, hogy befogják azt a négy arcot valahogy két kamerába fér be csak, de akkor is kell még hozzá egy masinista, és akkor Szami nem tud beszélni. Körülményesebb a téma, igen. De hogyha meg van masinista, akkor hogy tudunk élőzni. Szóval nem egyszerű még, de valami lesz. Biztos, hogy a hetediket kibeszéljük, okosan fogjuk csinálni, és akkor zárjuk le ezt azzal, hogy szeretne valaki holnap Debrecenbe. Nem nagyon reagált rá senki, de Tomi, te debreceni vagy, nem? Neked esetleg felajánlottunk egy páros egyet. Tomi, neked nincs kedved elmenni moziba? De tényleg, ezt most halálkomolyan kérdezem, ha valaki van itt esetleg egy néma néző, aki a csetre nem szokott írni, aki a csetre van, az biztos, hogy senki nem debreceni, Tomin kívül, aki tényleg elmenne holnap erre a vetítésre, a sötét lovagra, akkor... Sötét lovag felemelkedésre. Akkor nyugodtan írjon, mert tényleg lenne rá páros belépünk. Ez jobb lett volna előtte egy kis megosztós marketing megnyomni, csak semmi eszembe nem volt sajnos. Osszátok meg a holnapi visszatöltött adást, és... és menjetek el a moziba. Igen, bárhol nem. Vagytok. Cegléden, hát, Budapesten. Jó lenne egy mozi, de hát igen. Tehát nem lesz debreceni néző. Tehát kemény, nincs debreceni nézőnk. Tehát itt már utálnak minket annyira, hogy innen nem nézzenek. Itt már ismernek, az a baj. Szani, zárjuk már ezt az estét. Egy fél órája ezt próbálom. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen Norminak, hogy eljött, nagyon szépen köszönöm az ajándékot. Tomi, te egy gyökér vagy, ezt majd megbeszéljük. Vasárnap... De még így van. Így van. Vasárnap este 19.30-tól hírekszel jövünk. Már Peti... megint Petivel vagy Pepével, még ezt nem tudom megmondani, de mindenképpen érkezünk. Mi pedig akkor januárban visszatérünk szintén a műsorra. A karácsonyi műsorrendet azt fogom majd mondani, egyébként nem nagyon fog elmaradni itt semmi, csak jövő hétre még tervezek még egy ilyen Jazz Chatting adást, majd mindent időben természetesen a Szániverzum közösség csoportban Facebookon ki fogok rakni, tehát oda mindenképpen csatlakozzatok, illetve ne felejtsetek el feliratkozni továbbra sem. Ha még ezt nem tettétek, tényleg nagyon közel van már ez az elfeliratkozó, bár a mai adás után szerintem még kicsit messzebb lesz, de azért igyekszünk elérni ezt a számot, ha ebben ti segítettek, nyilván azt nagyon szépen köszönjük. Részünkről megvoltam. Szia Zsolti, köszönjük szépen. Szia Eli. Blanka elsőnek. Ilyen mióta Blanka velünk van, azóta ilyen nem történt, hogy eltűnjön adás közben. Kiégett. Kiégett a proci. Kék halál. Vigyázzatok magatokra, Norbi, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Átadom a szót Norbertnek. Sziasztok. 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 Hol a gomb? Megvan. Hello.